Na, hello, skacok! Sziasztok! Hello mindenkinek! Remélhetőleg kapunk értesítés. Szevasztok, skacok! Hello, csácsumi csőtészt, szevasztok! Hello, mindenkinek! Most mit szólsz? Manó kutyus, gyerekek, mindig stream elén Manó kutya, ahogy látom, betámad. Megpróbálom én is beállítani nagyon-nagyon gyorsan itt a chatet, hogy lássatok, remélem jól látható vagyok és jól hallható vagyok, de majd mindjárt megírjátok, hogy van-e hang, nincs-e hang. Egy másodpercet kérek, csak közben a kutya is zaklat, nem bírok vele. Na, oké, skacok. Ó, már látom mindenkit is. Sziasztok, skacok, szevasz, tavasz mindenkinek. Hello everybody. Bocsánat, csak kicsit följött a tündérhapci. Na, mutatom, itt a Manó kutya. Gyerekek, hát figyelj, jaj, Manó kutya megérkezett. Gúnyával alszik a kutya. Lehetséges, lehetséges. Na, jó a Manó. Jó kutya. Nézzétek, imádja a stream kezdetét. Ő is idejön és beköszön. Így nyomja ő is a streamet. Rögtön a stream elején. Ugye, Manó? Ugye? Puszi? Nem az puszit, Manó? Ilyenkor azt szokta csinálni, lefekszik, fölnéz a gépasztalra, hogy itt mi van, mit talál, hogy mit tud kicsit megenni, fölnyalni, megemészteni, és utána meg itt lepihen rajtam. Viszont el kell, megígérted, hogy egy videód alatt, hogy ma nem csak 9-ig lesz stream. Igen, mondtam, hogy 9:05. Na, Manóka, te kell menni, jó? Manóka, tudom, nagyon szeretsz itt lenni, tudom, hogy nagyon szereted a streameket, de most el kell rakjam. Mikor lesz? Jaj! Gyerekek, van egy jó hír! Jaj! Milyen kérdéseket tesztek föl, gyerekek? Csupa jó hírrel jöttem nektek. Mondjuk lesz egy rossz hír, de azt majd a rossz hírt a stream végén fogom elmondani. Valaki kérdezte, hogy ma mi lesz a program, remélem lesz rablás meg üldözés. Nagy valószínűséggel rablás meg üldözés lesz. Elve fog jönni Sompír Papa is a mai streamre. Ma elvég egy nagyon-nagyon nagy streamet fogunk összehozni. Mondjuk mindig ezt szoktam mondani stream elején, de most tényleg kicsit többet készültünk, mint az átlag. Most a szerver nagy részre is véget fog, vagy részt fog venni a streambe. Ugye tudjátok a sztorit, hogy én jövő héttől már nem szeretnék alapvetően már ugye az önkormányzatnak a tanke lenni, nem szeretnék elnök lenni. Szóval, hogy kicsit másba kezdenék bele, egy másik csapatot vinnék, egy másik stílus teremtenék igazából, szóval, hogy ezt úgy mondom nektek, hogy egy ilyen banda RP-t hoznék létre, azért, hogy ne kerüljek trébe, és ehhez kell egy jó lezárás az önkormányzatnak. Szóval, hogy a mai RP igazából arról fog szólni, hogy lezárjuk ezt az elmúlt fél évet mondhatni. Miért nem akarsz elnök lenni? Mert most úgy érzem, hogy jobban menne a banda RP, úgy érzem, hogy több ember föl szeretnék venni, szeretnék banda háborúkat, ezeket a bandás dolgokat csinálni, szóval, hogy igazából e felé hajlok amúgy. Mikor lesz FC 24? Jaj, valaki pont kérdezte. Na, ma megvettem amúgy a FIFA 24-et, az FC 24-et, szóval valószínűleg valamikor most már ezt be fogom iktatni. Azt hittem már nem is jössz. Gyerekek, itt vagyok, megérkeztem. Viszont tényleg, skacok, azt el szerettem volna mondani, jaj, csak már annyi kérdés volt, meg ilyesmi, hogy gyerekek, érjük el minél gyorsabban a 10.000 lájkot, 50.000-nél előbb nektek valamelyik nagyon komoly nótát, az MC Istitől, a Max a Horizon repet, meg mindent is, hogy segítsetek elérni létsz a 10.000 lájkot, mert akkor elvek bedobál a For You-ba. Fogadjunk, hogy Gúnya lesz az új elnök. Nem tudom, hogy ki lesz az új elnök. Tényleg nem tudom. Nem is annyira vonzott. Ja, nagyon szépen köszönöm a megosztásokat. Én is szólok az egy-két moderátoromnak, meg is osztom nekik a streamet, hogy kapjanak ők is értesítést, és megérkezzenek időbe. Szóval szólok is nekik is. Jó, hogy szóltatok, mert ki kell írnom Discordra is, hogy megy az élő adás. Majd minden fegyvert vegyék ki, azt már megcsináltok. Segít, ja, drops, hagyjatok már ezekkel. Október 29-i derbi végeredmény, nem szeretnék tippelni. Igen, Soma, persze, ilyenkor kell jönni, live-olni, amikor tanulok, nem hagyod a másikat tanulni. Jaj, bocsánat, ne haragudj. Remélem azért fogsz tudni tanulni nélkülem is, meg így a stream közben is. Lehet, hogy a hangomtól még jobban be fogja szívni a drága kis agyad a tanulmányokat. Viszont akkor csomók egy kis értesítés, hogy everyone elindult a stream, nem máshol, mint TikTokon. Gyertek,
Csatlakozzatok, ezt most megcsináljuk. Oké, és oké, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nem tudom, hogy a gúnya a kutyánál alszik, most a gúnyának elromlott a számítógépe, azért nem volt a héten. Kell még egy Facebook story is, basszus kucs. Izompolóba nyomod, he. A gyerekek, ma voltam edzeni amúgy, kivételesen mentem egy konditerembe edzeni, régen voltam, és Gézának köszönöm az ajándékot. Igen, és voltam kicsit sportolgatni, kicsit áthozgatni a testemet, volt kedvem amúgy edzeni, ezen is csodálkozok. Szoktam amúgy edzeni, meg sportolni, most kicsit másfajta sportok felé nyitottam, szóval ha azért látjátok rajtam azt, hogy karizmatikus vagyok, meg nem rossz a body, az azért van, mert amúgy sportolok, csak most nem súzós edzést. Súzós edzést azt elég sokáig csináltam, mondhatni azt, hogy több éven keresztül, és most kicsit váltottam egy másik fajta edzésre. Szóval nem papaszítás a testalkatom, de edzek, csak nem annyit, meg nem annyi súlyzósat. Idő van, gyeretesi. Jó van, megyek mindjárt, csak el kell nyomnom egy Facebook storyt is, meg nyomnom kell, meg mindent. Valaki írt valamit, hogy vadállat a stíló. Jaj, köszönöm szépen. Szóval igen, voltam edzeni, és rajtam ragadt ez a póló. Mert most megmondom őszintén, kipróbáltam a FIFA 24-et is stream előtt, és az is kicsit beszippantott, és utána egyből jöttem ide streamelni, meg csináltam a kaját, piát, olimpiát, mindent is, és Dávidnak nagyon szépen köszönöm a megosztást, és egyiptomi küldött 6 darab GG jelet. Elmondom közben a közérdekű közleményeket, aztán azt már fölmegyek a szerverre is, a Horizon roleplay-re. A mai napsorán el szeretnék kérni a streambe 100 darab új követőt, remélhetőleg összejön, és nagyon szépen köszönöm minden egyes Gézengúznak, minden egyes embernek, ha összejön, gyerekek, a DASIS, 10 000 helyett, az 1000 helyett a 100 darab új követő, és nyomok most egy Facebook storyt, szóval most lehet a chatet pörgetni, szóval nyugodtan írjátok a chatre, hogy hajrá, hajrá, Salgótarján, meg egyéb ilyen dolgok, köszönöm szépen a megosztásokat, és XBR-nek a rózsát is, szóval most pöröghet a chat, mert megy a Facebookra a story. Na sziasztok, skacok, már itt vagyunk TikTokon, ahogy látjátok mögöttem, a chat az pörög, fölrobban meg minden, 5 perce megy a live, és már vagyunk 225-en, itt TikTokon a WW-soma gamingen, szóval mindenkit várunk nagyon nagy szeretettel. Gyertek, G2RP, ez Horizon Roleplay. Na, királyság, ezt kitesszük, és akkor utána már megyünk fel a szerverre. Hú, mennyien írtok. Csak van egy olyan dolog, nemrégiben felment a szerver, és bebugolt az anim panel, és kibannolt. Hát olyan, nem tudom, hogy ki szokott-e bannolni. Légy szíves, írjál tiketet, de hogyha csalásért vagy kibannolva, akkor nagy valószínűséggel pénzdíjas lesz az umban, és nem hiszem, hogy bubol kinenél vanóval. Ma lett meg, gyerekek, ma meglett a fifám, mindenki nyugodjon meg. Viszont ma egy rossz hírt fogok közölni veletek, sajnálatos módon ma rossz hírt is kell veletek közöljek, de azt majd stream után. És Máté Karancsinak köszönöm szépen a 10 Rozsét és Tamásnak a 65 GG jelet. Nagyon szépen köszönöm, és Máténak az 5 darab Rozét is, köszönöm szépen. Suma, nagyon nagy vadállat vagy, köszi szépen. Na, iszok egy kortyot, jó, a teámból. Mutatom nektek. Manchester City-s pohárból izzom, a régi címerből, de ez a Manchester City-nek a régi címere. Hajrá, City! David Beckham, csak hogy tudja, hogy mi a jó csapat, csak a City. Szabó Balázs, neked is köszönöm szépen a 70 darab Rozé! Soma Kópé vagy? Mészáros Lőrinc, nál nagyobb Kópé nem lehetek. Olyan akarom, hogy nem akarom. Ez akar, betakar. Jaj, oda nézzetek! Pam! Na, kezdjük el! Itt van Dózsa Norbert, alias Erik is. Jaj, köszönöm szépen te Rozékat! De gyerekek, ma tényleg el szeretném én a 100 darab új követőt. Remélhetőleg összejön, a múltkori streamen 140 és összejött, aminek nagyon-nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok. Szóltok, hogy jó a kép, nem jó a kép, mindent mondjatok, és akkor most én csinálom itt a dolgokat, és csatlakozunk föl már is a Horizon Roleplay szerverére. Máté Karancsi, köszönöm szépen az ajándékokat. Köszönöm mindenkinek. Petike is itt van, Dávid is itt van. Jó, oké, és jó van. Gyerekek, addig vannak fent a szerveren.
Kevesen van, jaj, kicsi a kép, sajnos nem látjátok, de kinagyítom, természetesen ezt is tudom intézni, miért ne tudnám intézni, de azt is intézem, Mizusommal, köszönöm szépen, Dixikém a kérdésedet, nagyon-nagyon jól vagyok, remélem te is jó vagy, stabil vagy és dzsukkel vagy, várom a következő 10-100 követően meg békével, azt gondolom, dobjál Dózsa Norbert 100 000-et, meg pénzt, meg 100 000-et, köszönöm szépen, szívesen van legyen sportmotor a menekülés, figyeljetek, van a hatalmas RPS, és Szabó Balázs szétdobált engem mindennel is. És akkor fölcsatlakozunk a Horizon Roleplay-re, ahol sajnos kevés játékos van. Azt kell mondjam, hogy tényleg nagyon kevesen vagyunk, csak 168 játékos van jelen pillanatban fönt a Horizon Roleplay szerverén. Benne vagyunk a topba is, meg a rebbe is, szóval fölcsatlakozunk a Horizon Roleplay szerverére. Bátya, a legnagyobb dzsukel, köszönöm szépen, valaki írja csak az Újpest. Uram, miért van 30 FPS-re maxolva? Ha lealtabódom, akkor 30 FPS-t ír ki. Drága barikám, hogyha visszalépek, hogyha altabolva van a rendszer, akkor szokott 30 FPS kiírni, és akkor nem is szoktátok hallani a egyéb másik embereket, és ha így visszarakom, hogy most fogod látni, akkor már többet is fog kijelezni, 112-t, és kiugrott a mentő. És nem sokáig eszem, mert nem sokára megyek buszhoz hajnalban melózni. Ó, Levikém, mikor kezd? Csak a Liverpool. Én most drukkolok. Most kezdődött? Hát igazából így van. Most 11 perce kezdődött, megyek fel a szerverre. És köszönöm szépen a lájkokat, a megosztásokat, a 100 000 darab új, 100 000 darab lájkot is el szeretnék érni. Remélhetőleg összejön, szóval, hogy aki lájkolja az adást, ezt nagyon szépen köszönöm, és már tanultam ilyen TikTok párbajozóktól, hogy ezt kell mondani. Gyerekek, nézzétek, mit tanultam. Szabó Balázs, köszönöm a 70 rózsát, és Máté Karancsa az 5 fagylaltot. Ezt tanultam gyerekek a párbajozóktól, figyeljétek. Nyomjuk meg a lájkot, tap 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 tap, nyomjuk meg a lájkot, tap 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 tap, nyomjuk meg a lájkot, tap 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 tap. Na, ezt tanultam a párbajozóktól. Meguntad az önkorit? Megmondom őszintén, nagyon meg, aha. Ezt tanultam, és kaptam egy koronát. Jaj, de jó, korona, úristen. Akkor most már kimondhatom, hogy király vagyok. Na jó, van, kezdjük el az RP-t, szevasztok. Szerintem egy ideig nem voltam Horizonban felmentős, ilyen nagy betűkkel. Adja ki a betűket. Húha. Lehet azért, mert rájött, hogy nem tudsz olvasni. Te admin vagy a szerom? Hát igen, régen volt ma adminkodó stream. Remélhetőleg ma is sokkal leszünk. Na jó van gyerekek, elkezdjük a mai napi RP-t. Mit szóltok hozzám? Hajrá, hajrá, Salgó Tarjánba. Most nem tudom, hol a pipába vagyok amúgy. Sajnos ide rakott valamelyik prostata fejű admin. Bekövettek. Jaj, köszönöm szépen, tényleg az fontos, hogy kövessetek is be, mert tap 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 tap, akkor el szeretném érni a 100 darab új követőt. A hétre azt terveztem, hogy meg lesz a 40 000 új követő. Sajnos a 40 000 új követőt nem sikerült elérnem, de hogyha ma meg lesz a 100 darab új követő, akkor valószínűleg a 39 500 meg lesz, szóval a felét teljesítettem. X6-tal megy. Jó, te szemüveges vagy? Hát ahogy látod, nincs rajtam szemüveges, szóval nem, de lehet, hogy kéne egy szemüveg, nem tudom. Miért? Na, megy a tap-tap-tap-tap, sag, ó de jó, csak menjen a tap-tap-tap, önkormányzat lezárva. Mi a pipa? Valami van, gyerekek, mindjárt intézek egy kocsit, átöltözök hivatosba és megyek az önkormányzathoz, mert kiírta Edes PD Nagy Imre, pattanjon a fütyimre, hogy önkormányzat lezárva. Mi a tészta? De amúgy én esküszöm Gúnya Pétert hiányolom, nem tudom, hogy a nézők hiányolják a Gúnya Péter, de én nagyon. Szia! Szia! Szép napot! Hogy itt fut? Hát napot. Keresek egy taxist. Mi maga? Kicsoda? Ja? Itt vagyok. Itt rá dolgozom. Kitépem az utat a kocsiból. Lezárom az... Tényleg? Akkor vigyél el, öcsém! Hát most már itt maradsz. Na látod milyen? Nincs csinálom semmi. Hát ez gatya. Na, akkor hagyd vigyem el. Próbálod, jó? Na, mint csak kölcsön vettem a járgányt. A kölcsön, nem? Józsi Feri, rám fogta ez a... Jöjjön főnök, ja, akkor... gyorsan, gyorsan. Jó van, akkor szállok már be a kocsiba! Szállok. Srác, szállj... itt van valami szoboszlai... Szállj már ki, te fogyatékos! Bocsánat, várj meg itt. Melyik benzinkúton? Semmi. Na ne pekulálj, ne akard a balhét, jó fiam? Főnök, vannak az elnök... Na mondjad, mi a helyzet? Önkormányzat előtt ott vannak 500-on. Hagyjad Üntettek már! Maga ellen. Mi ellenem? El akarják magát ölni. Ki? Az egész város. Hagyjad már, hogy ott vannak az Mondom. Ez most komoly. Vicc nélkül. De várjál, oda megyek, akkor rendet teszek.
Na várjál, várjál, csak át kell, adjál pénzt, Józsi! Adok, adok. Adjál már pénzt, hogy át tudja költözni. Köszönöm szépen, Szabó Balázs. De hogy lehetsz ilyen barom, akkor mennyi át hozzá pénzt? Hozok, hozok. Hú. Maradjon itt. Önkormányzat területe lezárva. Dick, mi történik ott önkormányzatkor? Jézus Mária, váltok, át kell öltözzek, hogy az elnök is megjelenjen az önkormányzathoz. Csak hogy tudják, hogy mi a stájz. Tüntetnek ellenem, gyerekek, értitek? Ez hihetetlen. Gyorsan föl kell vegyem akkor a hivatalos öltözetet. Nem tudom, hogy mit képzelnek magukra itt a polgárok, pedig én mindenkinek adok. Hát gyerekek, olyan vagyok, tudjátok, mint Robin Hood. A gazdagoktól elveszem, és a szegények, és a szegényeknek odadom, így van. Discordon írt a pár fogykos, mindenki legyen. Jó van, Milus, Kárasz, nyugodj meg, légy szíves. Egy másodperc, csak itt imádkozok itt a jó isteneknek, hogy legyen Dick úr. De most hol van ez a barom? Hol a barom emberem? Hallod, itt a Józsi Feri? Ki gondolta volna, nincs itt. Na mindegy, kölcsön vegyem ezt a járgányt. Hú, de jó, hogy nyitva van. Mi van, mit szeretnél már? Figyelj, figyelj, megfordulok és utána fog jönni. Józsi Feri, hol a picsába voltál? Hoztam pénzt, hoztam pénzt. De már nem kell, átöltöztem. Józsi Feri, pattanj már ki! Állok. Veszélyben az önkormányzat. Móni, az itt van a streamen? Nem tudom. Köszi, hogy Modi, hogy teszed a dolgod. Mi történt? Bocsánat, itt a cseten nem vettem össze. Petyának már... Na várj, hát most tesó, most akkor milyen az önkormányzat? Na, vedd már ki ezt a jelölést. Teszem. Móni, léci, csinálj világos. Ember, akik tüntettek magára, meg akarják ölni, Jociét. Hagyjad már. Mi a Jociét? Mutkod... Hogy hívják? Nikolic. Mutkod megadóztattam Mohi, őket. Mohi, meg Joker. A kaszinós Joker. Mindenki. Mutkod megadóztattam őket pedig. Figyelj, ez lesz az Albertékkel. Na. De várjál, figyelj, nekem amúgy van egy nagyon komoly emberem. De először megnézzük, hogy mi van ott, jó? Először most oda megyünk, és megnézzük, hogy most tényleg... Most... Jézus Mária, itt mi van? Itt tényleg sokan vannak. Ezek mind tüntetők? Igen. Megérkezett az elnök, mi a gond, uraim? Tiszteletem, elnök úr, jöjjön! Elnök úr, tovább. Mi a gond itt, uraim? Ki ez a sok marha? Húú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 ú
Nyugodjanak meg! Be fogom vetni a SWAT egységet! Mi az, hogy kőrök vagyok? Hát meg én füzetek titeket! Kérek, mindenki csönd! Milyen túl sok, én csak adok nektek! Az elnököt legyenek szívesek elengedni! Hadják el! Hogy beszélsz velem, fiam? Én nem vagyok korrupt, urai! Nem! Uraim! Uraim, egy kis csöndet kérnék! Csöndet! Miért tüntettek ellenem? Ficsúró! Én adok neked, mennyi kell neked, fiam? Beszélek a rendőrökkel! 100 millió jöhet! Rendőrök, tartsák föl őket, csokkolóval föl! Hallod, öcskös? Öcskös, ilyenre ugyanilyen púrom van, te fasz! Esküszöm, Dióra! Ugyanilyen. Testőr vagyok. Jó, testőr, vannak testőreim. Testőre, rendben. Testőr vagyok. Igen, ezekkel velem vannak. Várjál. Velem van a szoboszlai mezes. Banya nem maradt, szia. Velem van a két szoboszlai mezes. Ja, a szoboszlai is, azok jöjjenek. Testőr vagyok, én is. Szomszédok, hát nem érdekel, mit érezek. Üszöltem az itt a gyűjtőket, hátráljanak, menjenek. Jöjjön be egy-két rendőr velem be. Nem, megkérem őket.
Szemben ketten nem vagyunk az elnök úrral. Ide, uraim, miért tüntetnek ezek az emberek? Vigyázzunk benne az elnök úr. Uraim, miért tüntetnek? Itt a nép úgy gondolja, hogy korrupt és nem bánni jól maga a városunkkal. Én. Ezért le akarják magát cserélni. Na mindjárt kiköpöm itt a vizet. Szia virág! Most őszintén... Be tudja valaki engedni a egyik kollégát? Be, egy kinyitom, aha. Egy másodperc. Papa! Most őszintén korruptak vagyunk? Tiszteletem. Te nem. Inkább hülye vagy, baszdmeg. Na látod, hogy beszél velem nagyapám? Hát csak, ha már így beszél velem, akkor... Az ön nagyapja? Igen. Semmiképpen nem korrupt. Nem korrupt. Ahol csak tud, segít mindenki. Ugye? Sajnos menet közben hülye is tud lenni. Hát látja, én segítek mindenkinek. Törjéteket a kordon, legyetek szívesek, legyél tisztelettel, majd lerakták. Köszönjük. Jó, kint a lépcsőig tartsátok, hogy uraim, ne jöjjenek fentre. Itt átöltöztetem itt a nagyapámat és a két testőrömet, hogy tudják, hogy önkormányzatos tagok. Józsi Ferenc, te is öltözzel. Van itt olyan ember, azt szeretném megkérdezni első körben, hogy van-e olyan ember, aki irányítja a tüntetőket, de úgy irányítja a tüntetőket, hogy akik a tüntetőknek van-e valami szóhűvője, akivel tudok beszélni. Rádió csendet kérek egy kicsit. Na, hogy van-e valami szóvivője a tüntetőknek, hogy igazából megbeszéljük ezt a konfliktust? Azon lennék igazából. Akkor hozzák ide az ajtót, csak átöltöztetem őket. Szóval intézem egy telefont, jöjjön velem itt a két szobosszai, jöjjenek. Figyeljetek, mit intézek, figyeljetek, elmondom nektek, mi a helyzet. Jó. Józsi Ferenc, nem akarsz jönni átöltözni? Te hova tartozol, te idióta marha? Azt mondtad, a két szoboszlai mezes. Jó, valaki meg te? Lehetre segíteni neki. Papa, gyere, át kell öltözni, hogy tudják, hogy velünk vagy. Elmondom nektek, mi a helyzet. Nagyon támadnak engem. Úgy érzem, hogy kicsit megbukott a rendszer. Törjétek át a kordát. Úgy érzem, kicsit megbukott a rendszer. Papa, elmondom át most. Át kell gondolni, hogy gondold át, mi az, amit elrontotta. Hát de nincs olyan. Papa, én tökéletes vagyok. Hogy lehetne? Várjál. Viszont papa, átadodani a papának megosztani az öltönyt? Ezeket az öltönyöket adjál már ugyanilyet a Martineznek. Megosztom. Figyeljetek, van egy emberem, ezt most nektek mondom. A legnagyobb mesterlövész itt a városban. Egy odasz, mafiózó mesterlövész. Most fölcsörgetem. Lehet, hogy a segítségét kérem, hogyha úgy van, segítsen nekem. Egy másodperc, csak elő kell kutassam a számomat. Jó? Hívnom kell itt az embereket. Egy másodperc, 15. Ő itt a mesterdövész, elvileg. Aki irányít dolgokat. Füzettem most neki egy kis pénzt, megmondom őszintén. Fel is csörgötem. Jó napot kívánok, haló! Tiszteltem, a mesterdövészt keresem, a nagybetűs mesterdövészt. Természetesen itt van rendelkezésre áll. Tiszteltem, uram. Mesterlövész, Frank Murciellago, miben segíthetek? Van egy kis gond, megmondom itt a háztájékán. Én az elnök vagyok, személyesen. Jó napot. Hadd engem, uram. Be segíthetek? Abba, hogy baj van a Fehérháznál. Szar van a palacsintába, úgymond. Segítsek ezzel kapcsolatban. Kell nekem egy mesterdövész. Remélem jó számot hívtam. Tessék! Annyi pénze van erre? Figyeljen, a pénz az nem akadály. Nagyon drágán dolgozom. Figyeljen, a pénz az nem akadály. Fölhívja az ember, aki intézi a pénzügyeket. Egy másodperc, jó? Hívja az a pénzügyesem, oké? És megbeszéljük az árakat. Igen, a pénzügye. Hív a pénzügye. Igen? Annyit szeretném kérni, hogy magának vannak itt ilyen rendvédelmi szervek is a tetőkön. Kimegyek. Amit mondok? Igen. Rendvédelmi szervek is a tetőkön, annak kéne informálni, hogy ne legyenek egy fekete kargóhobra. Várjon, oké, akkor informálom és visszahívlak, jó? Mire ne lőjenek? Nem. Fekete kargóhobra. Jó, oké, és akkor hív a pénzügyes. Ejtőernyi van nálam. Józsi geci, nem tudsz megkussolni egy kicsit? A kurva életbe. Papa. Kéne elintézni nekem valamit, csak várj egy másodpercet, jó? Gyerekek, figyeljetek, mit intézek, figyeljetek. Rendőr úr, maga az akcióparancsnok? Igen, én vagyok. Rádiózza le,
hogy a tetőkön egy fekete kárgóbobra ne lőjenek. Fekete kárgóbobra. Ne lőjetek fekete kárgóbobra, kérlek. Fekete kárgóbobra a tetőkön ne lőjenek, jó? Az elnök kérte. Ez az elnöknek a testőre, jó? Köszönöm szépen. Az elnöknek szépen. A testőre. Elnök úr. Igen, egy perc és jövök, csak átöltöztetem a többieket. Rendben. Mindjárt jövök egy másodperc, és beszélek a tüntetőkkel. Rezes, te meg mindjárt kapsz egy nyakast. Papa, van nálad telefon? Persze. Föl kéne hívnod egy számot, mondhatom? Bill. Szóval, mert meg kellene veled beszélni az anyagiakat, jó? Csak vedd el a telefon. Tudod, hogy kell? Nyomjad már, papa! Vedd már ő! Na megvan, papa? Mondd a számot. Mondhatom, papa? Na mondom akkor. Igen. 15 76 és 240-es. Elmondom előről. 15, 76 és 240-es. És ő egy hatalmas testőr itt a városban, úgy mondom magának. Itt van egy... És mit csináljak vele? Beszéld meg vele az anyagiakat, és kicsit határozott, kemény stílusba beszélj vele, jó? Hogy azért tudja, hogy a helye. Mert azért mégis az elnöknek dolgozik, rendben? Jó, oké. Oké, hívjad. Tartsázz már! Nagyon ideges vagyok! Hívod, tata? Persze. Az embertűvel beszélsz ugyanúgy? Látod, hogy fölvette? Még nem. Hát ott írja, hogy a számol visszafelé. Na, szervusz! Te vagy a testőre. Én vagyok a papa. A pénzügyes. A nagybátyja üzének. Főnök. Nagyapja, te hülye! Nagyapja, leszarom, mindegy, az a bajom, hogy rokonom. Na, a lényeg az, hogy minden rendben van. A pénz, beszéld meg vele. Igen, az kellene, de aztán itt kell lenni hamar 1-2-3-ra. Mondd azt, hogy a kargóbobra az megérkezett. Azzal nem lőnek a kargóbobra, jó? A rendőrök nem lőnek a kargóbobra. Mondd már neki! Ja. Pillanat, nem tudja azért, hogy kit lőjön le. Hát még ne lőjön le senkit, várjál, fölhívom én. Most senkit. De már nem letette neked te? Most még senkit. Hát de letette neked? Vagy még beszélsz vele, papa? Jó, rendben van. Várj akkor még, nyugi, ne csinálj semmit. Mondd neki, föl fog hívni az elnök. Mondd neki. Mondd már neki! Te vén hülye. Kap. De most mi? Miért kapkodsz? Ne kapkodja. Jó, nem kapkodok. Na várjál. Ott van kint a ház előtt is vár. Na várjál, hívom, bazd meg. Papa, mit csináltál? Elcseszted. A pénzt meg nem beszélted meg. A kurva életben. Na. Halló. Halló. Besz tudod beszélni a papával, az anyagiakkal? Tudtam beszélni a rokonával, igen. Jó. A tetőn elhelyezkedett? Helyezkedtem, személyesen normálisan rálátok az épületre. Három darab képviselő mehet be az épület esélyébe. Jó, oké. Okay. Valami gyökér magyaráz egy megafonon. Jó, rendben. Jó. Hívom, hogy kit kell számüzetni, jó? Öt percen belül. Rendben. Köszönöm. Három darab képviselő kell be. Az a három álljon ide elé. Kimegyek beszélni itt a néppel, jöjjön. Ne. Álljunk ide! Nem fog jönni az elnökasszony. Uha. Rendben. Papa, hol a papa? Hol a papa? Papa! Egy másperc hívnak. Itt van kint az elnök. Igen, hozzák be. Papa, hol a papa? Papa. Majd... Hozzuk be három képviselőt. Most fogunk beszélgetni itt az emberekkel. Tüntettek el, de nem gyerekek! Csak majdnem tudod adni azt 400 főt, hogy nem vagy. Rendben, jó van, barikám. Kinézek, nézzünk ki. Jöjjünk, tárgyaljunk itt, nyílt terepen. Rendben, akkor három képviselőt kérnénk ide az elnök úrhoz. Aki szerette velem beszélni. Papa! Három darab. Vagy az elnök úr tárgyalhasson. Papa, legyél velem mindig, jó? Itt. A rendőrök biztosítják a területet a behatolókra. Ahogy látod, itt rocsognak itt már babujás. Haló!
Menjél vissza! Jaj, sokkolókat is edő! Aki közelít... Vissza, geci, menjenek vissza! Nagyon gyorsan. Tüzet nyitunk! Papa, gyere velem kicsit! Menjél le innen! Haló! Süket vagy, vagy mi van? Papa! Na mondjuk. Gyere, beszéljünk! Egy mindjárt jövünk! Csak papával beszéljünk! Gyere, papa! Papa! A mesterlövésszel beszéltem, jó? Az amerikai mesterlövésszel. Annyira... Megvan a száma, elmentetted? Remélem, hogy elvan. Jó, figyelj, elmondom neked. Hogyha úgy van, baj van, majd mondom, hogy mikor hív föl, és mondom, hogy melyik ruhát. Mindig mondom neked, hogy milyen... Te ki vagy, öcsém? Jó napot, főnök. Öltözz át! Oda megyek. Jó. Bármilyen intézkedjük, jó? Oké? Okay. Várja, melyik volt az ő számja? A 157... 15-ösre kezdődik. 15-76... Az, gyere. Gyere. Ki az ajtóra, légy szíves, az ajtón kívülre. Jó. Kimehetünk tárgyalni? Vagy most mi a helyzet? Biztos, inkább jöjjenek bentre, az biztonságosabb lenne. Nem, én kint biztosítják, bízok magukba, maguk a SWAT. Jó. Kijön az elnök, figyeljetek, kijön az elnök. És kijön az elnök és a bandája. Álljunk be elé. És a bandája is. És akkor hívják ide azt, akivel tárgyalunk kell. Ennek mindenki kérek a kordon mögé, kivéve rendben. Három darab képviselő. Mondják be, hogy a tüntetők vezetőjével szeretnék beszélni. Akkor itt a tüntetők vezetőjével akar beszélni az elnök úr, úgyhogy légy szíves, azokat engedjétek be. Maximum 5 fő. Kordon mögé, kivéve a három ember. Azt, ahogy akad a szememünket. Három képviselőt, vagy három vezetőt kér az elnök úr. Gyerekek, 155-en vagyunk a városban, gyerekek. Azt a... Sokkal a három. Figyelj, intézünk mindent, papa. Látod, el akarnak minket buktatni. Nincsen testtől. Azt mondják, hogy korruptak vagyunk. Hát ez mit képzelnek magukról? Nem? Ja, örüljenek, hogy el vannak látva mindent. Ja, örüljenek, kaptak kenyeret, meg vizet, nem? Papa, hogyha valaki keményen, itt határozottan kell beszélni ezzel a három sumákkal, jó? Mehetünk? Hát, jöjjön. Jöjjön velem még az embereim is. A képviselők nem mennek abba bele, hogy el legyen véve a fegyverük. Na, itt van, jó, csendet kérek! Kivel beszélek? Itt az elnök! Jó. Na. Maga a tüntetőknek a vezetője? Uram, a fegyvereket önök is tegyék már elő! Uram, elmondom a vádakat! Elmondanám a vádakat! Rendben, uram! De lehet egy kérdésem? Nem! Maradjatok! Álljanak vissza! Most a nép beszél, uram! De várjál! Értem, de egy kérdésem nagy legyen! Itt a mellé elnök asszony. De kérdezhetek? Várj, Joker, hallgassuk meg az elnököt. Szeretnél először magunk nevét kérdezni, hogy maguk kik és miért lázadnak? Ellenünk a nép ellen. Nem emlékszik rám, mondanám. Uram? Nem emlékszik? Fel akart szedni, hogy felgázoltatott az a rohadt autóval. Megnyomorodtam maga miatt. Az nem én voltam. Korrupt elnök, és így kell kiderüljön. Ez így volt, mindjárt, elnök úr? A vádakat mondanám maga ellen. Na mondjad! Egy gyilkos, egy korrupt adófizető, amíg saját pénzű szigeteket húz be. Szigetre költi a mi pénzünket, illetve tovább a fegyverekkel kereskedik, és gyilkolászik maga egy gyilkos, korrupt elnök. Így van, maga! És le magával a törvényt, hogy adja meg magával. Ez így van, elnök úr. Le a sütyere! Most már itt a magárendőrség, milyen magárendőrség? Jó, várjon, várjonok! Uraim, megszólal! Mit csokkol maga rendőr? Megszólalna az ügyvédem is, ügyvédem! Dr. Magródi, Dr. Magródi Imre, mondja el, hogy mi a helyes álláspont, kérem, Dr. Magródi úr. Na kérem szépen, az a sokkoros, ami ide érkezik. Egyszerűen nincsen bebizonyítva. Örüljetek, hogy megéltek itt a városban. Másik városban mentek, hogy nem élünk biztos meg. Vagyok benne, hogy nem fogtok tudni el jól élni. De nem jól élünk, kint élünk be. Amúgy tényleg nem élünk meg. Ott van az orvosi lelet, az orvosi lelet. Meg kellene nézni mindegyiknek a bankját. A rendőri fizetés is egyenlő a nullával. Ilyen rendőrökre van szükségünk. Mert beszélni, mondjad. Az a baj, hogy éjjel nap adolkozok, azt így is alig keresek valamit.
Papa, mondj erre valamit, hogy ez mi van. Ide jöttem fizetésemmel is kérni. Nálunk is infláció van, nekünk is drága minden. Jó, egy másodpercet kérek, egy másodpercet kérek. Kérni pénzt, mit csinált, bezárt egy helyiségbe. Hát mondtam, hogy várjak ki az időpontot, egy másodpercet kérek. Nem csinált semmit. Szót kérhetek én is, uraim, elintézek egy hivatalos telefont, és akkor visszatérünk ide, egy másodpercet kérek. Addig jövök, nem megyek el, itt csak sarokra. Elnök, itt már vagy feladat magad. Egy másod, nem. Addig a papa tartja a frontot, papa maradj itt, papa. Egy másodperc, egy telefont el kell intézzen. Menjen. Egy másodpercet, egy telefont el kell intézzen. Menjen be, ott is. Várjon egy másodpercet. Mielőtt pajzsot az elnök köré, srácok. Jó, egy pajzsot, igen. Ahogy valaki átlépjött. Zavard meg a tömeget. Rendben, nyisd, most azonnal kérném magukat, hogy a tömegeket eltenni. Egy-két civilt iktass ki most. Rendben, figyelek. Nem kell tettél. Ha a kordont átlépi, arra lehet lőni. Engedélyezem a lelövését. Ha tűzparancs van, akkor vigyenek be engem, jó? Hogyha lövöldözés van, akkor menjünk vissza. Menjünk be, a lövöldözés kezdődik. Jó, nem fog. Itt vagyok. Beszéljünk. Ez jó lesz. Mit csinál? Hey. Ki ez? Hey! Most keresek fel, elnök úr, jöjjön be! Most lépjen ide elém, amelyik rám lő. Most lépjen ide, aki rám lő. Helikopter, itt már kezdődik, fiú! Figyelem, tűzparancs van a helikopter! Elnök úr, fáradjon be, jó? Elnök úr, befárad! Menjen! Elnök úr, be! Jó, menjünk! Gyere! Jaj, zárjon! Úristen! Azt! Meg ne zárjátok be! Gyertek, papa! Aki erre mondja... Jó, tartsátok a frontot! Mi is oda? Meg fogunk halni! Álljon meg, uram! Bilincselje meg! Állj, rakja le a fegyvert! Ő velem van! Eddig jó az a... Eddig jó az a... A tisztelősége tüzet nyitott ránk. Az amerikai jól csináltad. Hát persze nem tudják, hogy most mi történik. Megzavartad őket. Azt hiszik, hogy a tüntetők csinálják. Azért jó. Nem, szerintem is. Figyeljen, lesz majd így. Most menjen el a helyszínről, fogom hívni. Egy 5 percen belül akarok tárgyalni a tüntetőknek a vezetőjével egy magánhelyen, jó? De ezek után, hogy lemészárolhat őket, uram? Hát nem, még a tüntetőknek élnek az emberei. Okay, érti? Akkor hívjon pár perc, addig felszállunk és elhagyjuk jó. A helyszínt. Jó, egy másodperc, rendben. Meleg a terület. Jó, okay, hello. Hol a sompír? Az ajtót be kéne itt elő zárni, haló. Jó, csináljátok! Hol van a papa? Adjon már valaki nekem kaját, hol a papa? Várjon, elnök úr. Egy kaját adjon nekem, uram. Adjak. Igen. Ezt rakd el, jó? Adok. Mentős. Jó napot! Tiszteltem, ki ez az ember itt, egy tüntető? Bilincseljük meg! Mondja már neki, hogy az ki? 342-es. Ez az átéves kollega tud. Ezek ki? Zárd be! Átéves kollega hallja? Mondja. Milyen lőszer kell az MK2-ben magánál, vagy nem? Elnök úr, ne nyissuk ki az ajtót, mert itt van. Hát nekem állőszer van a MK2-ben, és nem működik. Na, egy másodperc nekem kéne, uraim. A külső ember... Jó, uraim! Rádiózzák le! Kellene nekünk egy elszállító kocsi, ami biztonság helyre visz minket a papával. Jó. Az elnök úr kért egy elszállító kocsit, egy SWAT-os járművet, így ami van. Elszállítja az elnököt és így a papáját. Mi előszered van? Ezt az egyik kiáratnál... Itt a fő kiáratnál, jó? Itt a fő kiáratnál kéne ezt biztosítani. Most biztosítse! Nálam is az nem, nézve egy ilyen. Na, hívnak egy másodperc. Ja. És nem. Folyan, ez már megint. Látod, halló? Nem tudnátok fentadni? Elnök úr, Mohi vagyok. Tisztelte maga a tüntetőknek az egyik vezetője? Önök az egyik vezető, igen. Ó, na, kicsit csalódtam magába, viszont szeretnék magával egy időpontot egyezteni, egy külső helyszínen, ami szerintem az lenne a legbiztosabb, hogyha ott megbeszélnénk ezeket a dolgokat. Mit szól? Van, elnök úr, de itt már le van állva a fél.
Tudom, mert a tüntetők közül valaki elővett valami fegyvert, és ránk akartak támadni. Te a rendvédelem volt itt a tetőről inkább? Nem tudom, nem. Én nem tudom, mi történt, uram. Én beszéljünk meg egy valami... Soha szeretne találkozni. Hát beszéljünk valami nyugodt helyet. Sivatagba? Sivatagba? Nekem az is jó. Jó, figyeljen, legyen az a Sandy Shore-i reptér. Az nyugodt körülmények között. Mit szól? Oké, ránézek. Jó, rendben. Jó. Köszönöm szépen. Hát akkor ez egy 10 perc minimum. Jó, akkor ott találkozunk. Rendben, köszönöm szépen. Hozzák a szállítóanyagot. Egy másodperc. Sompír, jöjjön velem, és a többi brigás. Figyeljetek, ez jó lesz. Még föl kell hívjam. Adjál neki egy injekciót, adjál neki, bazd meg, nyugodjon le, mert... Ki? Melyik? Tiszteltem! Mester Lövész úrral beszélek? Igen, uram, csak most itt felbojdult a város, nyugodjon. És haragszanak rám. Nyugodjon meg! És az utasításait követtem, nyugodjon meg, nem kell haragudni. Az fog tölteni a Sandy Shore helyszínére, Sandy. Menjen. És helyezkedjen el biztos helyszínen, ahol rálát az egész reptére, jó? Rendben, indulunk. Köszönöm indulunk. Szépen. Jó, engem meg. Köszönöm szépen. Hogy érted, mire volt jó? Nem csináltam semmit. Azt csináltuk, hogy a tömegbelül lettem kicsit. Azt megvadultak az emberek. Nem gondoltam ez a szín se. Most elszállásolnak minket, papa, és fogunk tárgyalni tüntetőknek a vezetőjével. Jó, uram? Várnálnak úr. Igen? Hol van az oda jármű? Itt vannak az emberek, szóval vigyázom. Ki? Az átéves kolléga szerint... A támadók, mert már hárman. Átéves kolléga, itt ez... Jó, akkor menjenek ki, akkor menjenek ki... Uraim! Kérem, hozzák ide a szatos gépjármű, tehát bajba vagyunk, rendeljék ide! Nem én vagyok, én csak parancsolom. Jó, ma nincs ki, ide rendelje. Hogy érted? Itt vagyok én, hát hozzám kell meg a papámra. Papa néz ki, mi van ott? Várja, még ne nyissatok semmit. Papa néz már ki, mi van ott? Vigyázzatok! Vigyázzatok! Az elnöknél fegyver van, mi a fasz? Hacim, mert bazd meg, támadnak itt a koporsók! Jajjaj! De akkor... Hozzák a szvatos járművel! Előre kérem a szvatos járművel! Jó, most kérjed előre gyorsan! Azt a kurva, nincs a spangettája, papa? Szólja, amikor itt vagy. Várjanak még. Nincs, doktor úr, nincs valamilyen ilyen csúcs szuperszere? Az a helyzet, hogy megjött a jármű. Jó, mehetünk, gyere papa! Menjenek! Jó, papa, szálljunk be papával! Papa, mindenki kapaszkodjatok! Menjetek! Az újpesti az ki! De nem már! Álljon már meg, nem vagyunk biztonságban! Nincs több személy! De van! Menjen, uram! Biztonságban helyezzen minket! Mint hogyha repülnénk. Ez milyen régi jármű. Vigyen minket egy publikba. A papa az itt van? Kiugrott valaki az út. Az jó. Vigyen minket egy publikba. Móni, tudsz napfényt csinálni nekem, Mónikám? Kihoztuk. Köszönöm szépen. Maradjanak itt, egy telefont elintézem. Kiraktok publik. Bazd be, miért telefon ez a hülye? Hol van Sompír? Hallod? Hol a papa? Szerintem nem szállt be. Bongyorhajú, hol a papa? Halló, miért nem beszélsz? Mi elvitt a cicus a nyelved? Szia, elnök úr! Tiszteltem. Maga remélem rám szavazott. Miért adnék itt a... Hát menjen dolgozni, uram. Hát mi vagyok én? Szeretett hát, szolgálni? Hát rabolnak. Miért rabolnak? De hogy rabolnák el munka közben? De miért nem beszél itt az úr itt? Itt a bongyorfaj. Nem hallasz főnök? Én hallok, de te hallod ezt az urat? Nem. Senki se hallja. Jó van, oké. Most a papával kéne beszélni. Figyelj, haver, hát... adok neked egy kis pénzt. Csak hozz már nekem egy cigit, egy ilyen spanget, tehát nagyon ideges vagyok. Jó. Figyelj, öcsi, figyelj ide. Te egy komoly embernek nézel ki. Figyelj ide! Adjál meg nekem egy spangettát, cserébe adok neked egy kis pénzt. Na, most már hallottok? Most már halljuk, igen. Hol van a papám? Na. Hát ott én hagytuk, bazd. Hé, rendőr úr, a papámat hozzák már ide, kérem! Én papám. Van egy papám! Beszáll! Mindjárt fel kéne hívni, felhívom. Hívja föl! Közbratyesz!
Na. Elnök úr. Mi az, igen? Adok autó. Maga ellen. Nem tudom, én is értem. Hozz valami 5-6 személyest. 6 személyest? Igen. Várjál, el kell intézek egy telefon. Egy másodperc. Gyerekek, föl kell hívjam, meg kell beszélni itt a emberekkel, itt a problematikán. Nem veszik fel. Ne hozzák már ide a papámat, kérem szépen. Azt mondja nekem valaki csülte szaros. Majdnem 30 vagyok, de oké. Halló? Tehát egy másodperc ne beszéljen, uram? Tiszteltem, halló? Halló, halló? Figyeljen, mikor tudnak odaérni a Szendi Sori privát helységre? Hát... vagyunk egy reptéren most jelenleg. Jó, uram, mikor tudnak itt odaérni? Itt helikoptert a közelbe, itt vagyunk. A Szendi Sori reptéren? Tudom, a Szendi Sori, igen, azt hiszem, igen, ez az. Jó, akkor oda megyünk, jó? Nagy reptér. De nem a nagy reptér, Szendi Sori reptére jöjjenek. Sivatag. A Szendi Soron van kettő is, nem? A sivatag, bazd meg! Egy más... itt vagyunk. Jó, megyünk, ott megyek, tárgyalunk, normális körülmények között. Hé! Hey. Itt van az öreg. Na, hol van? Na, kocka, itt van. Ezt nekem hozta döcskös. De vagy is. Megmutatom, mennyi. Jó napot, elnök úr! Tiszteltem, köszönöm szépen a segítségét. A rendőröktől most kimenekülünk a városból, köszönjük szépen. Nem kell a segítség, most nem kell mennünk egy üzleti tárgyalást. Köszönöm szépen. Gyere, öreg. Elnök úr. Szállj be. Elnök úr, most nem ér rá. Nem kapok semmit, értem. Mi? Öreg, hagyd. Gyere, szállj be. És ki az újpesti? Most nem kell rendőrig kísérlet. Adja már. Papa, bent van? Bent van az öreg. Gyerünk. Menjenek! Figyeljen! Ki kért tőlem valamit? Hát én adtam a kocsit. Figyelj, öcskös, figyelj! Rendőr úr, ezt meg akart támadni, ez a sapkás! Mi? Ez itt! Most komoly, menjenek! De! Normális vagy. Menjen, arrébb uram! Rám akart támadni! Menjen már innen, uram, mit csinál? Nem mondom, papa! Most tárgyunk a tüntetőkkel! Na az, ez a lényeg, bassza meg, mert meg kellett volna kezdeni. Így van, de valaki belelőtt a tömegbe. Elmondom, papa, mi lesz? Van átok fegyver? Van átok fegyver? Van. Elmondom, hogyha tudtok fejlődni, hogyha fix a fejlődés, akkor adjatok egy tüzet, jó? Hogyha fix. Hát az baj. Ki tud hát még itt ülni? Barátom, mi a probléma? Mondja, mi a stájsz? Hát én is azt szeretném megkérdezni, mert nagyon látom, hogy követgetsz. Uraim, fel vannak szólítva, szálljanak ki! Még ki maga? Én vagyok felszólítva. Szálljanak ki, uram! De ki ez? Nem volt. Hát nyomom. Valami dögök szerintem. Egyikbe kapta. De jó lesz. Felszólítottak minket. Oda kell érni gyorsan itt a reptérre. Az akkor. Biztos. Papa, hívd fel a Papa, hívd fel a mesterlövészt! Hívd fel a mesterlövészt! Álljon meg! Uram! Mindjárt megállom! Mit akarsz a mesterlövi? Mit csináljon? Hívd föl! Hívd föl, hogy megyünk! Azt a rohadt! Azt a kurva! Csak men! Uram! Tárgyalni megyünk! Na, hívd már föl a mesterlövész, papa a kurva életbe! Ide úgyse tudnak jönni, mert belesíjednek ahol. Te vagy mesterlövész! Mondd neki, hogy két fekete kocsit száműzze! Jó. Két fekete kocsit száműzze, öreg. Minek a tetején? De nem az, a két, de te a tetőről beszélj! A fekete kocsikról! Álltam, hülye vagy, Istenem. Azért, ami meg volt beszélve, annak a tetejére fölment most. De nem az, de itt is! Mondjad, hogy követ minket két fekete kocsi, öreg. Két fekete kocsi követ minket! Két fekete autó jön. Jó napot! Uram, meg én találkozok magával. Egy másodpercet kérek, jó? Ne haragudjon elnök úr, én nem tudom, kik ezek. Már nem bízunk magukba, uram. Nem baj. Egy másodpercet kérek. Nem baj. Uraim, hogyha nem akarnak balhét, kotródjanak, itt nagyon nagy balhé lesz. Rendőrség és mindenki. Jó, majd lehet, hogy visszajövünk majd. Jó. Egy másodpercet kérek. Hát nem mint a sokat érne amúgy.
Papa, tárgyalj! Addig intézek egy telefont. Igen, tessék, itt vagyok. Bármilyen külsős, fekete, vagy nem tudom bármilyen sportautó jön, száműsz ki, jó? Mert tárgyalok. De hol vagy helyileg, vagy látod? Szendisóri reptér, bármilyen ember jön. Várjál, akkor a pozíciót kell váltanunk, mert mi a városba álltunk meg. Bazd meg, siess, Szendisóri reptér. Nyugi, addig húzd az időt, jó. Sietünk. Jó, oké, csáó, bár... Itt aki van vezető majdnem. Tiszteltem. Minden. Na a fegyvert tegyétek el. De hát ezek után, amit maguk műveltek. Nem mi műveltünk, uraim. Hát tükestétek hát emberek. Lőtték a népet, ide figyeljetek, ide figyeljetek. Ha valami bajunk lesz, akkor az elnök nem maradhat élve. De nem lesz baj. De a rendőr, az mi van itt, uram? Rendőr úr. Velünk mondtam még a izjak, azt mondom. Ja jó, én nyugodt körülmények szeretnék tárgyalni, hogy megbeszéljem, hogy mi a problémája a népnek velem. Ezért jöttem ide, ezért hívtam egy olyan helyszín, ami mind a kettőnknek biztosítékot nyújt. Ott nem tudom, hogy mi történt a tömegbe, szerintem a tüntetők elkezdtek lövöldözni, és ez történt. Hey! Rendvédelem, ez mi volt? Ez mi volt? Látják? Látják, hogy ez mi volt? Betörők kezdtek el lőni. És az a heli az mi volt most? Milyen heli? Egy helikopter. Az a nagy heli. Nem merünk van, nem merünk van. Nyilván az elnököt védi. Nincs velünk senki! Csak hadd mondjak itt valamit, elnök úr! Ha nekünk valami bajunk lesz, maga sem megy innen élve. De nem lesz senkinek semmi baja, uram! Úgy, mint az előbb! De uram! Ott a tüntetők maguk kezdték, nem csináltunk mi semmit! Maguk kezdték! Futnak egy pár a dombon! Tessék, helikopterek! De nem, nem velünk vannak! Persze, persze. Elnök úr, mit szeretne mondani? Hallgassuk meg az elnököt, azt mondom, srácok, én szeretném meghallgatni önöket, hogy miért szervezték tüntetést, amikor normálisan vezetem ezt a kormányt, és normálisan csináljuk ezt a családi vállalkozásba a papámmal és az emberekkel. Én olyan vagyok, mint a Robin Hood, a gazdagoktól elveszem, a szegényeknek odaadom. Én egy rendes ember vagyok, és megkérdeljen őszint. Én annyit mondok, hogy adját a helyét a Millie Coopernek, most rögtön. Lopkodj az autókat! Hogy annyira jól vezeti ezt a várost, akkor igen? Miért van ennyi rablás? Minden áldott nap. Nem, miről beszélsz? Pont, hogy elveszi tőlünk a rablást. Mindent elvesz. Amikor pénzt kért a kampányra, azt mondta, hogy minket. Szemet húny afelőtt, hogy a bankok miénk, a nemzeti miénk, a bolt miénk, minden erre. Mit csinál, uram? Maga kifossza az egész város. Kifossza és szigeteket vesz belőle. Tele van szigettel, a halak nincsenek a tóban. Köszönöm. A tengerben. De uram! Egy hónap alatt gyilkos. Két operáláson mentem köröztű söréteket, kést vettek ki a hátamból, amit ki? Maga rakott a rendőre, ez a magánrendőrség, ez mi, uram? Milyen magánrendőrség? Hát itt mennyi pénzt fizet ezzel a helikopterért? De nincs sem senki ilyen. És az a 15 ember ott a dombon a hát? Hol? Az. Tényleg, azokat... Csak van ott állnak a domb mögött. A háta mögött. Ott állnak. Feláldozható. Feláldozható. Megkérdezem, hogy azok testőreim, de nem hiszem, nincsenek nekem, mindenki itt van. Ketten leputottak a szikmányokat. Félszínvered nem lát, de látja, hogy ott vannak az... Tiszteltem. Srácok, a távol lévő kemény. Ti vagytok a hegyen? Halapot kívánok, itt vagyok, Frank Murci a lágó. Ti vagytok a hegyen? Frank úr. Ja, mi vagyunk a hegyen. Az jó, váltsd a pozíciót, mert kiszúrt mindenki, azt már itt fel vannak háborodva. Jó, álltunk, de miért? Mert tudják, hogy ott vagytok, és jelen vagynak. Itt a korú! A helikopterrel nem foglalkoznak? De azzal is sajnos. Biztonságon, távol. Kiiktassuk a venenót! Uram! Jó napot kívánok! Magamra jamorodtam meg! Jézusom! Itt az elnök asszony, beszéljen be. Jó, beszéljünk, akkor menjünk be, fedezék van a izébe, ide. Beszéljük meg normálisan, ne fog rám a fegyver, töcskős! Jó, és most mindenkit megkérek, hogy nem bánok ebben a szavába, jó? Nincs nálad hang? Az elnök beszél, és a Meli fog beszélni, most egy ilyen elnöki vita. Jó. Történik, jó, én fogom koordinálni. Aki beleszól, beleugat, nem lehet tőle csinálni, az fejbe lőjük, jó? Jó, és a papa fog beszélni, meg én beszélek, mert papának van köze a kormány. A papa menjen odé, menjen az elnökhöz a papa. De a papára se vagyok kíváncsi. De a papára kíváncsi, hogy papa mondd azt, hogy nem szólják, nem vagy, de nem kíváncsiak rád. Nem érdekel. Papa, mondd el a véleményedet akkor. Légy szíva, megkérdezzük a munkát. Uram, nem az első. A fülembe.
hogy ön ellopta a Vörös Keresztnek szánt adományokat. Ez hogy volt mersze? Mi? Én nem csináltam semmit, hölgyem. Összetévesz odakivel. Uram, az egész város fel van ön ellen háborodva, nem veszi észre? Papa, ez így van őszintén. Hát nincs bebizonyítva. Vajon nekem kamu, semmi nincs bebizonyítva, az ott az orvosi lelet is, hogy megnyomorított az ember. Hát az ember sajnos, ott se volt az a helyzet. Uram, uram, tegye le azt a fegyvert! Tudja, beszélek, tudja ő. Tegye le azt a fegyvert! Menj vissza! Tegyétek el a fegyvert, srácok, jó? Itt most egy elnöki vita van. Így van. Jó, jó. Menj a táblát. Uram vagyis hölgyem. Szóval bármilyen esemény van. Na még egyszer leúr az uram, a másik szemét is kikaparom. Na látja, hogy beszélj, mert erőszakolsz? Nem jó Józsi vagy, uram. Még tudtam már nincsen a lábam között semmi olyan. Jó, akkor el szeretném megkérdezni, akkor egy kicsit kompromisszumosra jussunk. Hogy mit szeretne a nép? A nép engem szeretne. A nép engem szeretne. És nekem, de az mit jelent, hogy őt szeretné? Azt tudom, hogy sok görcsös magát szeretné, és maga mindenkivel lefekszik. Mert maga úgy fogja a kilincseket, mint más a pontokat. Uram, maga csak jó tudja, mi? A követelésünk az, hogy valljon be minden csúnya dolgot, amit csinált, illetve... De maga írástudatlan és beszédtudatlan is, uram, maga ne szólaljon föl, kérem. Ha fogd a büdös pofádat, akkor így mondom neked. Hol vissza magad, Joker? Joker, de nem lehet így beszélni, érted? Vadd be, hogy miket művelte itt ellenünk. És add át magad a rendőrségnek, hogy csukjanak le, vagy meghalsz. Itt nincs más variáció. Mi most akkor nekem... Szeretnénk sokkal nőbarátabb jogszabályokat a városban. Csak úgy mondom. Még az elnök is fel akart tenni, milyen nőbarát dolgokat. Nem nyúlok ilyen nőköz, akik több ezer csávóval voltak. Uram, videós bizonyítékunk van, hogy elüttette szándékosan, mert nemet mondom. Én voltam a hitman, engem bízott meg a mi hazudik, uram? Én ilyen... Itt csak ön hazudik. Ez én nem. Kiskorság. Én voltam a kivétel. Mondjon jó, papa! Mondjon akkor mi, le. Papa, mire jutunk? Papa, próbálj meg megalapodást kötni. Papa, kit érdekel, papa? Szerintem ez a nő nem lehet ide. Az elnök, az biztos. Ott csofodhatatom. Igen. Annyi bűne van, mint a hétszentség. Jó, de másképp nem tudják. Egy másodpercet kérek. Pap, nem megyek el, telefonálok. Jézusom! Látja, mit csinálnak? Látja, mit csinálnak? Nincsen semmi telefonálás, nincsen semmi, testőrökkel való beszél, nincsen semmi ilyesmi. Miért? Hát éppes kolléga. Milyen bizonyíték van? Meg az elnököt. Milyen bizonyíték van? Nem telefonozol. Miért egy telefonhívás, hagy eresszek már? Nem! Nem, most vége van! Kell oda faszomból ássam, melyik az milyen ruha van rajta, köljön már, vagy valami... Újpest! Hajrá, irák, és csak az Újpest! Hajrá, Prodi! Hajrá, irák, és csak így van! És messze van? Igen! És szereti, és imádja a télapót! Próbálom azonosítani! Sokan vannak ott uram, imádja a télapót! Imádja a tele! Igen! Jó, várom, megpróbálom! Mindig ott a helikopter. Jó, fejezzük be itt a dolgokat. Horizon roleplay-en vagyunk. Hogy a pénzt a helyét, most rögtön befejezzük. Önként mondjon le, és vállalja a felelősséget, életfogytiglan. Én nem mondok, egy feltétellel. Nem fogunk ágyba feküdni. Nem, szeretem. Hölgyem, én nem vagyok ilyen könnyen kapható, tudom, hogy ön ezt szeretné tudatalat. Én se, pont ez volt. Tudom, hogy ön ezt szeretné tudatalat. Jézusom! Mi történt? Nem, ez nem én voltam, ember. Tényleg nem én voltam. Mesterlövész volt. Dehogy volt mesterlövész.
Az a gond, hogy néha nem lehet tényleg jó terpézni, mert meglőtték van egy hülye amúgy. Ujjjjj. Aki fejbe lőj amúgy. Nem tudom most mi ilyenek amúgy. Ki is hívom mentőst. Gyerekek, egy másodpercet kérek, húgyozok egyet, mert nagyon kell pisíjek, egy perc és jövök, egy perc és nyersz, reméltek addig főszednek. Itt vagyok, csak nyomtam egy gyors pisi szünetet, elnézésbe, szerintem most engem a kórházba visznek, nagy remélhetőséggel. Na, remélhetőleg jó lesz, pont ott visszamentős is, megvan az 50k, akkor el kell lőjem gyerekek a legnagyobb nótát, és megnézem addig hány ember követett be, mert nagyon kevés embernek mondtam, hogy kövessen be. Köszönöm, gyerekek, 42 új ember követett be, ezt nagyon szépen köszönöm nektek. Hogyha esetleg még most, aki még új néző és itt van, és nyomna egy követést, az nekem nagyon-nagyon jó este, és nagyon nagy segítség lenne. Szívesen nem tudok felcsatlakozni a szerverre, az nem tudom, hogy miért van néző utána, szóval köszönöm szépen, és jó van Jocinak, köszönöm a 28 rozét, Patriknak, köszönöm szépen meg itt mindenkinek az ajándékokat, és köszönöm a követéseket, és visszamegyünk folytatni a dolgokat. Gyerekek, megölt a 279-es a szelépet a szerverről. Hol a faszomban van a kórházba? Úristen, de buta geci. Discord, nem tudom mi, most nem tudok foglalkozni vele Starfield, ne haragudj meg. Hát amúgy eddig jó az RP, mennyien vannak a városban? Mindjárt mondom, hogy másodperc. 160-an vagyunk ilyen pillanatban a városban. Mikor lesz live fészen? Ott már nem live-ozom. Ez ri. Hát nem tudom, hogy minek viszel ez a gyökér, ha nem is mentős amúgy. Mikor mentek illegálba? Ellövőd? Jaj, tényleg el kell lőjem, gyerekek! Figyeljetek! Figyelj! A lábomon szifő nem fész! Velem, tesó, nem bész! Kint vagyok, külföldön, a kisvárdai pálmafák közt! Most megyünk a mentősökkel! Aztán hova tovább? Lemondani nem fogok, ez a rep 20 000-et is érhet! Máté G! Igen, jó vagyok! Na, hol a mentős? Gyerekek, hol van a mentős? Haló? Haló? Haló, van nálatok, Manó? Nem tudnak normális rendszer, akkor miért tépnek fel a szervára? Gyere másra nekik. Jó, tegye le, haló! Haló, tegyél le! Ezek egybe vannak, he? Na mindegy. Egybe vagyunk, mint a szaros pugyi. Remélhetőleg segítenek itt a... itt a izén. Így megvizsgálom! Nem kapott fejlövést. Áj, ez az, ez az. Mondom, nem kapott. Ez az. Na, kettő vállövés, az egyik meg egy nyak. Na. Úgyhogy ez nem fej. Oké, az királyság. Menthető! Yesterday! Mikor lesz új frakció? Jövő héten már lesz. És még elfelejt a készletet. És kettő van belőle, csak nem. Aha. És kettő. Jó van. Az egy másik ember, geci. Valaki azt írja, gyerekek, user 77010-es felhasználja, mert ez a nonos szerver. User, adunk a véleményedre. Gondolhatod mennyire. Álljunk össze, mint két kicsedegó. Szervez 90-10, akiket máshol nem engednek fel, vagy két nap után bannoltak. Hát itt mióta van szerveren 90-10? Máté Garancsi, most nem akarok beleírálni, de most miről beszélsz? Pont úgy, hogy egy 61 éves öreg ember van a szerveren, ma akik beszélnek, most a mentősön kívül azok kb. 18 pluszak. Szóval azért azt tudom mondani, hogy 60-70%-ban a kidősebb játékosok fog játszani. 11, 12, 13, 14, 15. Most én jövök. Az elnök urat is. User az megmondta, gyerekek, oda nézzetek.
Basztak. Mit csinálok? Na most már csak engem. Most még egyszer tegyed. Ja, Istenem. Várjon kicsit, bogar. Azt mondja neked, hogy gyere Istikém. Na jó van akkor, hát. Jól tette az asszony. Na, őt is megnézem. Az nagyon jó. Jó, neki szét van turva a hasa, de. Menthető az. De menthető az. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magadba számolj. Jó. Hogy kell. Na. Én illetlen vagyok. Semmi. Jól érzi magad? Hát jó, jó, igen. Tiszteljenek uraim! Köszönöm szépen, hogy bedálltak a sérüléseimet. Látja, látja uram! Látja! Uram! Látja uram! Megint maguk támadnak! Támadnak maguk! A tüntetők! Én mindig mondom magának, kedves uram, hogy nyugodt körülmények között menjünk hárman négyen tárgyalni a tüntetők vezetőjével. Maga oda csődít minden barmot! A kurva életbe! Ahogy felmondom. Szólalj már meg! Gyere! Mit nézett te, te meg? Piercing Jani! Az hazugság! Az nevet, aki utoljára nevet! Ahá, és meghal! Igen, azt mondod, oda hívsz mindenkit! Meghal! Minden jött mentett! Hogyha így akarsz játszani, akkor így játszunk! Akkor hozom a SWAT-ot, az FBI-t, a CIA-t! Mindenkit összeszedem az egész várost! Jó, akkor, akkor beszéljük meg konkrétan! Uram, hoztam a magángépet! Na figyelj, beszéljük meg akkor! Mint férfi a férfival! Na mit szólsz, öreg? Boxoljuk le! Nem le boxolás lesz! Gyere, akkor privátban beszéljünk, gyere! És mindenki fog jönni, hidd el! Figyelj, mit intézek! Jaj, szia Dóci, szia, szia barikám! Na figyelj! Ne hívj ide most senkit, most csak mi tárgyalunk! Mondd nekik, hogy ne jöjjenek ide! Mert megint minden jött ment tüntetőt ide rendelsz. Ide rendeled a csürhét. Az én nevem Joker Arthur, egységbe az erő. Uram, azt mondom, négy embert viszek én is, négyet ön is hozzon. És megbeszéljük a dolgokat. Négy ember, uram. És egy, aki felügyeli a tárgyalást. Érti, uram? Én az utca embere vagyok. Én de nem érted, vagyok. Hogy mit beszélek, te degenerált fogyatékos? Ide figyelj velem, szépen beszélj! Na! Gyere. Nem boxolok, tárgyalni akarok! Szia, főnök! Takarodj már innen! Hol találkozunk? Mondj egy időpontot! Na, de nem tudok időpontot, mert megint ide rendeled a csürhét! Menj innen! Menj innen! Gyere! Vidd már innen a csűrhédet, józ! Nem az enyém meg! Pusztítsátok már innen! Kifele! Nem tudok tárgyalni itt az emberrel, komolyan mondom! Ide jön mindenki, látod? Na gyere, kövess engem! Mit hallgatózol, koporsó? Na figyeljetek, itt fogunk tárgyalni. Figyeljetek, mit fog csinálni. Ezt nézzétek. Na, itt nyugodtan tudunk tárgyalni, nem? Na, beszéljünk meg egy időpontot. Jó, uram? Jó. Na, arra gondoltam, hogy négy ember és maga. Hogyha jön valaki, van nál magánál fegyver? Nincs. Az nagyon jó. Jó. Legyen az, hogy Palettónál kint a sörgyárban, az az elhagyatott gyárnál. Jó? Négy jó. Ember. Hozza oda őket. Jó, uram? Segítek levinni magát. Kösz. Mehetünk. Csak találkozunk, uram. Mi az Terminátorból? Ki ez a kidroid? Felbéreltem a Terminátort, nézd. Ki maga? Hello. Ki az van a T-300-as? Ki ez, uram? Felbéreltem a Terminátort. Ki az a T-300-as? T-800-as vagyok. Uram. A
tüntetőket, lépjen közbe. Akik közel jön hozzám, a tüntetőket hatásszalítani kell T30-as modellrendbe. Rendben, értettem a parancsot. Köszönöm szépen, maga legyen, maga legyen, agyszorúhat. Igen. Ezt is lehet hatásszalítani. Hol van a izé, robot? Ott a T-800-a. Mi a? Hatásztalanítsam azt az elkövetőt, a kezelőbb áthajtottat. Azt jó lenne, de a modell az izé. Menj már innen! Az elkövető. A T-30-as modell megsérült. Megsérült a T... Ki lő ránk? Ki a faszom? Húha. T-30-as modellt meg kell menteni, gyerekek. Uram, uram, hol van mentős? Mentőset, mentős! Mentős! Hol van, hol van tata? Hát, fejfájása van szerintem, mindjárt itt lesz. Igen? Jó, hogy hozunk egy mentős? Háromszor, vagy kétszer egymás után. T-30-as modell, mi van itt? Tesó, tüntetnek, tüntetnek. Amúgy azt fogjuk csinálni amúgy, gyerekek, hogy hozunk egy fegyvert, és aki közel jön és nem úgy viselkedik, az számüzetem én is. Egy mentős kéne, a T-30-a, a T-30 hol van? Nincs már, meghalt a T-30-ad. Mi, akkor nem tud izé segíteni? De mindjárt, mindjárt jön. Ott a T-38-as ott van, én mentettem, vittem, hogy jöjjön-e velem. Mindjárt újra csinálom. Gyere, gyere, a szerelőhöz kell elvinni a T-30-ast. Nem, újra csinálnak belőle, mindig újra csinálnak. Igen, T-30-asból? Kinek a T-30-asnak? Aha. Hol, ti meg... Menj már innen, te köcsög! Nem motogazgass! Nem motozgatom! Mert T-30-as, felvisszük szerelőhöz! T-800-as! Vigyük szerelőhöz! Most uram, lehagyjuk a Frank Burcielágóra, lesz még szükség? Majd fívom mag őket, jó? Oké, viszlát! Negyen, vigyél engem a izéhez! Szerelőtelepel, Grove-ra! Jó, szlek! Ti... Nyisd már ki! Nyisd már ki! Ki van nyitva? Ez túl lesz? Na mennyi gyorsan! Ti! Istenem már! És hol van Sopír? Nyisd már ki! Istenem, de buta vagy, minek zárogatod? Ez egy tele van! Bukás lesz, elnök úr! Gyerekek! Az van, hogy tüntetés van. És mivel tüntetés van, ez egy kicsit felfordulásos káosz van és kaotikus helyzetek vannak a városban, de most kitaláltam egy hatalmas ötletet, amivel még jobban meg tudnám fűszerezni ezt a dolgot. Ki kéne rabolni a Nemzeti Bankot? A másik, gyerekek, aki mondta, hogy jelentették, korlátozták, nem jelentették, nem korlátozták, a TikTok néha kiszokta jelezni, hogy a GTA-s RP streamek azok korhatáros streamek. Ezzel nem szokott semmi baj lenni, ezt már többször kiszokta néha jelezni, de ezzel nincs semmi baj. Meddig megy a live? Hát pont tudjátok, ameddig szoktam mondani, ameddig jól esik. Ma meddig nem tudom megcsinálni teljesen a tervet. Nem lesz vonat. Szállj már, te analfa! Jézus Mária! Maga szerelő? Nem. T-30-as modellt meg kell szerelni. Hozzá egy szerelő dobozt, hozzá egy szerelő dobozt. Nekem nincs. Hozzá egyet innen! Jó, mindjárt. Lerakom itt. Elkezdem szerelni itt a T-30-as modellt. Na! Mindjárt megszereljük itt a modellt, gyerekek. Figyeljétek. Jaj, rendszeriba. Jó van, uram? Rendszer stabil. Stabil a rendszer? Jól vagyok. Rendben. Stabil. Uram, hogy hívhatom magát? T-800. T-800 magának van fegyvere? Nincs jelen pillanatban. Akkor jöjjön velem. Hozzátok a kocsit. Jöhetek, én is legjobb barátja vagyok. Nincs vannak barátai? T-800. Attól függ, mit szeretne. Az a úr a barátja? Ez itt... Igen. Igen? De vigyázzanak vele, veszélyes ember. Hogy hívnak? Clark Parker. Clark Parker, figyelj ide! Ide kisgyerekek, taknyosok nem jöhetnek, csak komoly üzletemberek. Itt jövök én a képbe. Ki maga? Dior? Gucci gatyás.
ebből a hanggal. Gondoltam. Gyere utána, T-800-as. Jövök. Intézünk neked ellátást, meg mindent, rendben? Jöjjön velem, jó? Rendben. Helikoptert hoztátok? Igen. Ott van, jó. Ott van. Jó, helikoptert én vezetem. Hol a T-800-as? Erre arra. Egy szájba tekert oda átvételni. Hol a T-800-as? Elvitte egy kapiros vizit Ferrari-ban. Most mi van? Most vittik el. Itt vagyok, elrakom. Te mit csinálsz, te barom? Ez mi a szar? Terminál? Mi ez a droid? Ember, ez a droid nekem dolgozik, gyere! Itt vagyok. Jöjjön. Szerelőt szeretnél. Gyere, szállj be. Nem tudom, most találják ott a szerver a T-800-assal. Szállj ki, vezetem. Jaj, uram, el. Amúgy mit csinálsz? Elnézést. De mi? Vigyázzanak, lőnek! Most ez egy geci... Ez most már írok reportot, amúgy. Ezt tényleg nem hiszem el, amúgy bazd meg. Erre most már tényleg írok reportot, mert most már elegem van ezekből a taknyosokból, akik elrontják az elnököt. Az elnököt? Várjál... Szállj be, szállj be, szállj be! Bazd meg már, megint geci. Az elnök megsemmisült. Várjon, meg kell csináltatnom az autót. Fasz! Miért robbantottál? Most szóltam, hogy kéne nekem egy admin. Elrontottam a feladatom. Mondjuk... Megindul ez a szar, ott volt egy osztály. De a Jóna róla nem szabad saját ügyet intézni. Mentősözgetsz. Most te vigyetek mentősöz. Hát várjon. Amúgy kicsit nehéz összehozni normális RP-t, mert az a gond, hogy vannak ilyen... Gyere robot! Személyes testőre vagyok. Maga halljatok meg. Maga a személyes testőre. Jó. Gyertek, mentő. Hú, gyerekek! És nem áll meg a gyerek, geci, visz tovább! Visz tovább! Megismételni kérem! Jelölt be a mentő! Hát de a gyerekek azt, hogy valaki kiemgézik, oda jön random, azt elő! Most a gyerekeknek nincs sok értelme! Köszönöm! Miért ilyen szar lassú? Egyik kereknek nem tudatik az. Na várjátok, ezt most muszáj intézni, mert... Sajnos nincs belém programozva a szerelés. Keci, ne várj meg a gyerekek! Ne gyertek már nekünk! Ott az admin! És tovább megy, geci, ez a hülye! Ott volt az angyal, szerintem. Forduljon vissza. Ott az angyal. Állj meg, állj meg! Ezt nem elmengedsz. Ott van. Gyere már, mert itt van egy angyal. Nem látod? Halló. Halló, szia! Na végre, hogy megálltál, szuper, akkor felszedjük a somát, mert írt egy reportot. Jajjá. Na az van. Hello, hello. Hogy most már elég nehéz így a tüntetés után nincs streamelni, és nem tudunk semmilyen RP-t se csinálni, mert vagy az van, hogy valaki belénk csattan 200-a, gondolom valami nonos, másik bejött a sarokra egy ember, odajött, és tök random. Adarált őket. És ledarált mindenkit. Csak úgy random elkezdett. Azt komoly. Megnézem a logba, jó? Jó, valami Ruben nevezetű úriember. Pontosan. 342-es vagy, ugye Sama? Igen. Tényleg semmit, RP-zünk, el akarunk szállni. Én azért meghalunk amúgy. Nem is volt semmilyen izé plusz dolog, meg ilyenek, akarjuk folytatni ezt az RP-t, hogy a Jokerékkel, meg minden is. De kicsit nehéz amúgy, mert mindegyik ember kiemgézik, ott van az összes utánam jön, már van egy, aki izé után, mondom, bejött a kocsi, megállt, és elkezdett darálni. Ja. Gyere már! Szegény öreg is háromszor meghalt. Gyere! Hello, szia! Elmeséled nekünk, hogy miért daráltad ki a Somáékot? Igen. Iván mondta, hogy menjünk Grove-ra, mondta, hogy elvileg hallott valamit, hogy ott lesznek Somáék, és mondta, hogy kezdjem el lőni őket. Ezt az Iván mondta neked? Igen. Megkérdezem tőle, Iván. Akkor is azt mondja, hogy ő mondta? Igen. Hú, de jó az az RPG. És csak belugrott a kútba, hogyha ő is beugrik, igaz? Beugrik! Hát elméletileg ő líder, szóval ja, azt kell csinálni, amit mondtam. Le a 126-ossal!
Jó, csak már elég unalmas, hogy itt is belénk jön, megint meghalunk, utána oda megyünk Grove-ra, bejön egy kocsi, azt random fejelőget. Miért ez ugyanez a 126-os volt, aki az előbb belerandarizott tömegbe? Rám, az nem én voltam. De az is tőletek jött? Nem tudom, valamelyik, de azt mondtátok, hogy ugye elő, a Somal előtt valakit, és akkor valaki fejbe lőtte Somalt. És akkor kiindult. Én nem lőttem le senkit amúgy, ott a tüntetésen is valamelyik gyökér, ott kezdődött megint a balhé, hogy valami gyökér, amikor tárgyalunk, fejbe lő engem, a 279-es, aki utána le is lépett amúgy, aztán meg... Megjegyzem meg a télapos sapkásat úgy előttem. Ú, az nagyon olyan jó volt, nagyon idegesítő volt, utána meg, ahogy mennénk tárgyalni, oda menjünk a Grove-ra, hogy a T-632-es modellt fölszedjük, hogy nagy RP-t csináljunk, meg mindent, utána bejön 126-os Ruben, és random getsz ide darál. Csak nem értem, hogy most mi van? Mert én tudtam ma, hogy tárgyalást akarunk létrehozni, vagy valamit. Nincs TX hozzáférése, Lorenzo. Jani, nincs TX. Jó, van, akkor mindegy. Hát úgyhogy így nem is tudjuk meg, mert Chessy Fullnak nem tudom az idejét, nem válaszol a kérdésre. Esetleg, ha... Nem is volt a kocsiba, mert ő még elvég nem érett ügyet meg. Vagy a kórháznál lesz. A véres papat nem tudod megnézni véletlen, Chesty Full idét. Jaj, akkor mindjárt 100 ezer jelző van múgy. Ponci Bán a neve. 255. Hú, de jó. 255 Black. Hát figyelj, bocsánat, aki itt, hogy Horizonon RP-zni, hát figyelj, nekünk sikerül, de azért örülök neki. Ezt 255. Mindenhol vannak a lények. De ő az, 255 fent van mi. Szia, Iván. Szia. Az lenne a kérésem, hogy adtál-e parancsot arra, hogy ez a személy kidarálja Somáékat. Itt voltunk a kórháznál, láttuk itt, hogy felszállnak helivel. Lekövettem a helit szépen, hogy merre repül, utánok mentünk. Elbújtunk a sarkon, és én adtam a srácoknak fegyvert, legalábbis ami nálam volt, az egyiket beraktam a kesztyűtartóba, és az eredeti terv az volt, hogy a helikoptert azt ellopjuk előlük. Csak hát zárva volt, és hát ez nem jött össze. Aztán úgy nézett ki a dolog, hogy elbújtunk inkább a sarkon, megvártuk a megfelelő pillanatot. Aztán én adtam igen neki egy utasítást, hogy próbálj meg lecsökkenteni a létszámot, hogy elkaphassuk, de... Hát csak én azt nem értem... Azt nem értem, hogy elvég tárgyalnánk, és egyszer már meghaltam amúgy, mert innen követtétek le ugye az a helikoptert, ugye a kórháznál, mert ugye nem tudtuk létrehozni ott csak a tárgyalást, és elmentem direkt a Grove-ra, hogy megjavítsam ezt a T-800-as modellt, hogy legyen valami víz, és ott is vagyok, ott vagyok 5 percet, azt tudod, bejön a kocsi, az fejbelő. Meg közben valamelyik barom, nem tudom, hogy köztetek, bejön 300-hoz a helikopterrel, szóval, hogy konkrétan nem lehet. A helikopteresek azok nem mi voltunk. Csak nem értem, hogy miért nem raboltok el akkor, vagy valami, hogy legyen valami erkős. Hát azt miért? Terveztük csak, hát a lövészektek mond ezt, hogy nem tudtak kilőni bár... De akkor nem is voltunk fegyver, miért nem fegyvereztek le? Vagy nem értem itt a dolgot, hogy oda jött is egyből előtök. Hát most szerinted mi alakul ki? Hát ott van egy rendőr is, meg ilyenek nyilván lövöldözés. Nem, azt terveztük, hogy azt a nem tudom hány őr volt, azokat úgy likvidáljuk, és akkor... De én voltam az első, aki fejlődött. Az, akit elsőnek likvidáltatok, az a Soma volt. Nem tudom, én a sofőr voltam a kocsiba, én nem lövöldöztem, de... Vissza is nézem, Gec, hogy kikaptak el az első lövést. De én inkább úgy emlékszem, hogy én kaptam, vagy a másodikat, szóval, hogy nagyon itt a fejben... Nem láttam olyan messziről, de egyébként bejött nem az volt a de nem az... De nem, figyelj amúgy... Ne haragudj, hogy közbevágod, de csak a 258-as ide tudod bringelni? Aha. De amúgy elmondom ennyi, neked, amúgy, most mondom, nem ez volt a terv, bejöttél kocsival, körbe sonna észre, azt elkezdtél mindenki találni amúgy. Hát tényleg ennyi volt, nem is értettem. De a másik dolog, hogy szövetségbe se vagytok. Hát de ez nem is kell. Dehogy nem. Tesó, én vagyok az első, akit megöltél, haver. Ruben bejött, fejbelőtt 0-1-kor, utána a Sziszka megölte Levikét, utána valaki meg Albert bosszolt, és utána szólt bele, mert Garrison is véletlenül ott volt, Garrison elkezdett titeket megölni. Igen, de amúgy alapban az volt az ebben a nagyobb probléma ebben a beszélgetésben, ugye? De nem a reptéren, ugye, hogy sok, hát nem kellett volna a többieknek jönni. Hát az a probléma, hogy ez igazából ez... Azt a kurva! Az a gond, hogy ez igazából ez... Várható volt. Hogy ezt igazából ti intézitek, mert én direkt mondtam a Jokernek, meg mindenkinek,
hogy a reptére is azért hívtak külön, mert nagy tömegben nem lehet tárgyalni. Azért van a terv, azért próbáltam igen. A Jokernek is mondani, hogy beszéljünk meg egy négy fősejét, és akkor oda megyünk négyen tárgyalni. Csak úgy nehéz, hogy mondjuk most nem akarok, de olyan idióták vannak bevonva a képbe, mint te, akinek az az RP, hogy bejön az első sarkon, az fejbe húz mindenki. Mert így akarja lefegyverezni az elnököt. Nem is hát értettem. Nem az volt a terv, de... Hát akkor mi volt a terv? De hát a terv az volt, hogy megcsökkentjük a létszámot, aztán elrablunk, de... Hát akkor mi az elnököt lövitek fejbe először? Megyünk ezt a sikert. Ha lőttök, akkor is trafodara lesz a vége. Hát meg amúgy is, amúgy mi az, hogy megcsökkent, ez már abból egy DM. Hát igen, hát de nem az, nincs rá indokot, hogy ott elkezdél lövöldözni embereket. De nem az, hogy az még lehet mondjuk az is, hogy lelévi az izéket, csak... Értem, nem az van, hogy megszervezitek, és akkor jó, ott vannak, akkor most kell menni, a szőkét ne lőjétek. Hát basszus kulcs, első ember én voltam, aki... Szólni lett szólva, hogy ne öljenek meg, csak hát úgy látom, hogy páran itt távolból nem látták, hogy ki az. Hát akkor oda kell menni, hát van elég feltűnő egyéniség! Hát de ki jön a kocsi? Még messze is volt, és Zok, ahogy kikanyarodott, ide, egyből elkezdett darálni, és ott is van a dokba, hogy én vagyok az... Én vagyok az első. De amúgy a reptére is úgy mentünk, hogy igazából én, Iván, Mohi, meg úgy az Albert. Hát reptére is én kaptam az első fejes, amelyik hülyétől, amikor csak a direkt a 190-es halt meg. Keszik, ott is van, amelyik 279-es fejbe jött, és utána direkt még írtam is neki, hogy fú, de pont buta vagy. Azt utána még lelép a szerverről, nyilván. Csak így bad, hogy ne is bármit is csinálni. De az is tőlük jött. Hát valaki, de nem, az a gond... Az a 279 jötti emberetek volt? Az a gond, hogy, nem lehetett semmit se csinálni amúgy a reptéren sem, mert megbeszéljük, hogy jöjjenek oda, és ott vagyunk ezt szőten, ez azt hiszem komoly tárgyalás. És azért mondtam, azért hívtam a vérességet, hogy bárki, aki így mondtam a telefonban, bárki, aki külső emberbe jön, lőjék le. De oda hívtatok, megint oda jött 1001 ember, aki elméletek veletek volt, vagy nem volt veletek, és megint nem lehetett semmit se csinálni, mert minden külső is bevontok. De hogyha akarunk valamit csinálni, akkor nem kell mindenki, és egy tüntetésre tök jó, hogy oda jön az elején, amikor privát tárgyalás van, minek kell megint bevonni 1000 embert amúgy, mert mindig az lesz, hogy valaki lőni fog egyet, és a lövésnél 60 ember fog dövöldözni. Igen, úgy volt, hogy ugye egy rádión voltak a főnök, úgymond. Jó, te ne beszélj, akkor... mert egyből lőttél, haver. Hát mutatok, kimondtál fejlőjén. Hát nem ezt mondta, azt mondta az Iván, hogy lőd a testőröket. De te, ahogy kikanyarodtál, körbösen néztél, de jó, DM-elt egy kicsit. Hát lehet, hát de most az mindegy, nézett. Hogy testőr vagy nem, körül sem voltál véve. Most hát én kaptam az első lövést. A testőrnek nem az lenne a dolga, hogy körül kéne venni az elnököt? Hát be akartunk erre nem láttunk nézni. Semmit sem, mert én is ott ültem az autóba. Én, igaz, hogy én nálam nem volt fegyver. Nem, igazából azt kéne már megcsinálni, hogy ezt fogom bevezetni, amúgy már én is a streamem, eddig volt egy időszak, amikor nagyon kerültek az MG-sek, mert volt rá egy ilyen szabály, hogy ugye aki nagyon MG-zik, az kapja a közmunkát, hogy tényleg be fogjuk vezetni, hogy amikor streamelek, megkérek egy embert, hogy légy szíves nézen, és aki már nem tudom, már egy másodjára, harmadjára jön oda kellemetlenkedni, azt akkor be fogjuk rakni közmunkára, mert így tényleg nehéz egy, hogy hiába készülünk föl erre a izére is, elnök RP-re, hogyha ne haragudj meg, hogyha vannak olyan kevésbé ikusejtel rendelkező egyedek, mint mondjuk. Kevésbé intelligens. Nekem minden... a fejem, el kell mennem. Hova mész? Beteg vagyok, elmegyek. Picsába, nem mehetsz, papa. Na, még ki kell raboljuk egy bankon. Jó, hát elnök úr, elnézést kérek a többiek nevében is. Biztos, hogy megfogom őket tanítani. Jó, mindegy, menjünk már. Soma, te ne csinálj semmit, nem is akarok ma látni már többet. Igen, az lesz a legjobb, ha elkerülitek a Somát, nagy év. Ó, Istenem! Na, menjünk, Sompír! Most tényleg elment a Sompír? Nem. De elment! Menjünk, gyere! Nem hallgat, szerviszel magadta a két mentős, jó reggelt kívánok! Azt kéne, várjál csak most... Na ott van, akkor most miért nem viszed? Meg kell egy kocsi, hova menjek? A T20-as modellre, gyere! Jövök.
Nekem is unalmas volt Bogdán Krisztián, hidd el, hogy, hogy néha unalmas nekem is, amikor akarunk valami jó dolgot összehozni, és van tényleg az a gond, hogy mondjuk van 180 ember a szerverből, és abból 170 normális, és van 10 hülye. Mi történik? Hagyjál már békén! Menj már én, hagyjál békén! Bár ma, aki ide fog jönni, már ki leszek tőle idegileg. Soma, van modi a cseten? Elvileg van. A papok kár, hogy elment, mert amúgy akartunk a papával szervezni valamit. A Horizon roleplay-en vagyunk, skacok. Na úgy néz ki, kikerül so. Na várjátok, megnézem hányan vannak, izé. Na, 146-an vagyunk. Hol van a modellem? Gyere, gyere! Itt vagyok. Itt a Terminátor. Hú, ez a te haverod? Melyik? Aki jön kocsival folyton utánunk. Nem. Oké, okay, akkor mehetünk, hozok egy kocsit. Nem, nem a tetyán vagyok, skacok. A Horizon roleplay-en. Hozom az X6-ot, tudom, hogy azt szeretitek. Át is van festve. Hol van a izé? Ott a Terminátor. Hozzátok? Meg kéne egy mentős is fizetni neki. Szálljon már be, Terminátor úr! Itt vagyok. Maga meg jön a fegyverbolt tetejéhez. Majd kapjátok fel itt a Dior púcsist. Sziasztok! Köszönöm szépen amúgy a követések. Nem live-olok Twitch-en. Gyerekek! 68 új követő jött a mai streamre, gyerekek. Hogyha valaki segít elérni a 100 darab újat, azt nagyon szépen köszönöm minden egyes gézengúznak, meg ilyesmi. Moderátor felvétel lesz, jövő héten esküszöm, meg fogom rá csinálni a videót. Tényleg. Megígérem nektek. Most már. Soma, segíts már. Miben segítsek? Na. Téged kiküldött T-800-as modell, légy szíves, azt meséld el, mert kíváncsi vagyok a történetedre. Hát, uram. Nem tudom. Nem ha jól tudom, egy mentős épített össze. Egy mentős építette magát. Egy jó öreg. Aha. És még mit lehet magáról tudni? Meséljen magáról, magának mi a dolga? Bármire képes vagyok. Az mit kell programozni engem. Bármire? Igen. És azt mondom, hogy, hogy aludj mellettem és simogassuk egymást. Képes vagyok rá. Akkor simogatjuk egymást egész álló nap. Igen. Ú, azt szeretem. Én is. Jó. Soha streamet szoktam néha, de ritkán. Na jó, figyelj. Már várom. Én is. Na figyelj, be kell programozzak téged, jó? Már okay. Várom. A beprogramzást? Igen, azt imádom. Akkor mindjárt be leszel programozva kőkeményen. Csak itt meg kell csináljuk a dolgokat. Tudsz lőni? Hát... Félig. Gyere. Nem vagyunk kíváncsi elnézést idiótákra. Elnézést, csak leraktam az autómat. Semmi baj, nem haragszunk magára. Csak nem tudom, hol kell kivenni. T-modell, mondd el neki. Segíts neki. Előre megy. Ó, köszönöm szépen. Gyerek, akkor T-modellt azt betanítjuk. Gyere, hozzátok ide a modellt. Hol van? Barry! Itt vagyok. Figyelj ide, Barry-ke. Kinél van itt fegyver, aki itt van? Tegye fel a kezét. Senkinél sincs fegyver! Kés van nálam. Kés van nálam, az nem fegyver, az a vajazd meg a kenyeredet. Az autóba kiveszek egy ember. Jaj. Na, hát figyeljetek, nem tudtok szerezni fegyvert? Komolyan ilyen emberek védenek engem? Józsi Ferenc, hogy akarsz megvédeni így? Tudom. Fejemmel. Fejeddel. Akkor mindjárt leszedem azt a hülye fejedet. Neked van fegyvered? Nem főnök, kilútoltak, amikor már... Akkor szerezzél, nincs a kocsitba? Nincs, nincs. Nekem van. Akkor T-20-as mozer, hozz fegyvereket. Hozok. Mennyi kell, uram? Kell egy pár. 3-4 darab, rendben? Rendben. Hozzad. És beprogramozzunk minden, és spangettád is van, mert tiszta hideg vagyok. Már én is. De spangettád van? Nincs. És valamilyen bogyód? Hát... kék bogyóim. Jó, akkor hozzad a kocsit. Mit csinál ez a hülye? Pusztulj már innen, hülye gyerek!
Várjál, nem csak megvehetem a fotógépet, vagy mi. Na, arré viszem itt az embert. Mi a probléma? Boxolni szerettél, vagy mi van, öcsi? Nem. Na, mit kötegetsz? Valami fotózgatod engemet, vagy mi van, haver? Akkor beszéljük már meg, beszéljük már meg, beszéljük már meg akkor a problémát. Na, nem, akkor beszéljük meg, akkor dobd fel a kezedét. Legyél férfi, férfi legyél. Na, de. Hát ember, hát mit képzelsz magadra? Fotózgatsz? Meg itt hallgatózol, vagy mi van? Azt megszereltem a T20-as modellt? Ha? Nem tudom, de mit nem tudsz, most már tudod? Vagyok. Fejedbe verem az értelmet, öreg. Hát de komolyan ezt nem hiszem el. Ne nyavajogjál. Na, kontrol, de told innen a biciklit, de nagyon gyorsan, jó? Menj innen! Most mond... akarom lerakni az autómat. De nem lerakni, neked kikérni kell az autódat. Hova ragdosod? Hosszabb Terminátor? Adtál neki? Őszert adjál már Terminátor. Jó, Terminátor. Az nekem nincs. Nekem kéne. Milyen fegyverbe kell? Köszi, uram. Soma, ki fogod rakni, Rosszi, mert nem leszek itt a végén. Soma, ki fogod rakni? Nem értem, Tamás Kormos, ez mit jelent, amit írtál. Várjátok, van mercit ki fogok kérni. Én magam vagyok a megfélemítés. Vagy milyen mercit kérdez? Mindenkinek jöhet. Várjál. Egy másodperc. Nyiss valamit, várjátok? Ha jól tudom, ide raktam be múltkor. De jó, hogy van. Várjál, ez sem ebben... Várjál. Nekem van fegyverem, jó. Kell kell rakni. YouTube-ra föl fog menni, igen. Terminátor az TF? Nem. Várjátok, le kell tegyem, várjátok arrébb. Na. Hozok egy kocsit, jó? Ezzel tudtok engem védeni, rendben? Jó. Elmondom, mi lesz. Na, várjátok. Hozom a raport. Szálljunk be ebbe. T20-as modell, szálljon be! Jövök. Jöjjön azonnal. YouTube-on nem live-odok. Köszönöm szépen a követéseket és a megosztásokat, és nagyon szépen köszönöm. Na gyerekek, írjátok te most chaten, hogy mit szeretnétek, milyen rabdás legyen. T20-as modell, tudsz ülni a kocsiból? Igen, ha lenne fegyverem. De nem hoztál fegyvert? Elosztogattam. Hát de te analfabéta! Hülye vagy? Jó, akkor elmondom, mi ez. Analfabéta vagy? Nem. Nem hallottam, mit mondtam, milyen hiba? Rendszerhiba. Analfabéta vagy? Nem. Droid vagy? Nem. Hát akkor mi a faszom vagy? Azt a rohadt! Rámdessék. A rendszer lelassult. Jaj, a fejem, jaj. Jaj. Jó, akkor elmondom most, mi lesz. Bevásárlunk, és kirabolunk egy bankot, és te viszed el a balhét, jó? Erre fogod beprogramozni most téged, jó? Rendben. Kiraboljuk a bankot, kőkeményen. Melyiket? Ne kérdez, ősködj annyit, mi? A rendőröknek dolgozol? A CIA-nek dolgozol, te droid? Lófaszt. Na, akkor kinek dolgozol? Önnek. Suhanszkinak, egyezd meg! Suhanszkinak, uram. Akkor mondd el, Suhanszki! A gazdám! Suhanszki! Suhanszki a gazdám! Suhanszki a gazdám! A legnagyobb gazdám Suhanszki! A legnagyobb úr Suhanszki! Mindent, amit mond, megteszek! Mindent, amit mond, megteszek! Mert T-800-as modell vagyok! Mert T-800-as modell vagyok! És ma nem lesz több rendszerhiba! Nem lesz több rendszerhiba! Aki megtámadja Suhanszkit, eltávolítom! Aki megtámadja Suhanszkit, eltávolítom. Kivégzem! Kivégzem. Eltűröm a gerincét. És még mit csinálsz vele? Letépem a zárkapcsát. Ez az. Lenyomom a fogait a torkán. Jó, vegyetek mindent is, ti is a dolgokhoz. Sima bank lesz. Hogyha esetleg nem lenne. A rejtőernyet is veszek. Táska, mi kell még? Táska, az kell, fúró kell. Mi kell? Mondjad, modern! Te tudod, mi kell? Segíts nekem! Fúró? Hány darab kell? Fogalmam sincs. Zárfeltörő. Oké, az is van. Ezt is vettünk. Jó. Meg vettem mindent. Zárfeltörőt vettem?
Természetesen azt nem vettem. Nem kell mindig fegyverezni jó zsezédőnek minket, mert hülyen alfabéta van. Vásároltál? Gyere, szállj be! T-800-as, gyere! Adunk egy jó kis szopóról el, gyerekek. Patoljatok be a kocsiba. Jaj, ne. Oh. Az már kiállt. Mondd neki, hogy rendszerhiba. Rendszerhiba. Még egyszer. Megverjem. Valamit nem tudnak adni, már nagyon... Igen, gyógyíts meg, T-800-as, gyógyíts meg! Nem tudnátok gyógyítani. Igen, gyógyíts meg. Tépd az állkapcsát. Letépjem? Igen. Ne. Oh. Oh. Ne, kérem, ne. Mondd meg neki. Számüzest. Ne. Menjen innen. Számüzd. Számüzd. Nem vagy kemény, nem erre tanítottad. Adj neki, boxold le. Menjen innen. Távozzon. Elmegyek. Távozzon. Azt a kurva. Megvolt, uram? Most T-8-en? Megvolt, uram. Mit mondott, hallottad, mit mondott neked? Mit mondott? Úristen. Ismételje meg. Kusia. Igen. Gyere, modell. Jövök. Figyelj, nem kell neked kétszer mondanom. Elő kell venned a fegyvert és számüzetni az embereket, jó? Rendben. Van értem. Fegyvered? Nincs. De ott a hátadon. Késéssel bánok az emberekkel. Nem szabad készségesen bánni. Akiket én mondok, nem bánhatsz. Nagyon jó kegyelmű vagy. Érted? Értem. Most belőled egy igazi Terminátor gyilkológépet szeretnék faragni. Rendben. Értem. Jó, gyere velem T-800-as modell, egy másodpercre kéne. Ti vigyázzatok a kocsira, gyere modell! Jövök. Léptem ezt katot, de jövök legközelebb is. Hú, hát most igen. Figyelj, segíts nekem. T-800-as. Igen. Elmondom neked, én amúgy egy nagyon komoly gaminges vagyok, VV-Soma Gaming vagyok személyesen, tiszteltem. És segítened kéne elérni a 100 darab követőt, a 100 000 darab lájkot, és az, hogy Instagramon sokan kövessenek be. Szóval most megtanulunk egy mondókát, jó? Ide állj velem szembe, és itt előveszem a kamerát, jó? Figyelj, rendben, és elmondom, hogy miket kell mondani itt a kamerába, jó? Benne van rendben, a budiba? Intézem a kamerát, és akkor mondom, hogy legyen meg a 100 darab új követő, FRK22 az Instagram, és mondd a 100 000 követő is legyen meg, jó? Rendben, uram. Na várjál, csak meg kell találnom itt a kamerát, mert itt annyi izé van itt, hogy itt nem bírok már itt izé. Várj, ilyen basszus kulcs elhagyta, nincs olyan kábetű, hogy kamera? Vagy nem valami? Van, uram. Igen? Akkor mire kell gondoljak? Hát, uram. Várjál, azt én sem tudom, na váltok, per... Meg kell kerestem a memóriámban. Gondoljon a WZN szóköz kamerára. Mire? W? Még egyszer? M kamerára. Ó, megvan, köszönöm, uram. Jó. Macska nyávó. Na mondjad, a 100 000 követőt. Legyen meg a 100 000 követő. Nem, bocsánat, 100 új darab. 100 új darab követőnek, VV Somának. Üzenj, élőben vagy, hogy kövessenek be, üzenj neki. Közessenek be, uraim, gyerünk. Sikerülni fog. Érzel. De mondjad még! Legyen meg a 100 új követő és a 100 000 követő összesen. Sikerülni fog, uraim. Sikerülni fog. Instagram név. Instagram. FRK22. Kövessék. NRK. Micsoda? FRK22, uram. FRK22, uram. FRKS22. FRKS22. Sikerülni fog. Instagram, de nem mondd egybe! Instagram. Egybe mondja, te debil droid! Oh. Legyen mi? Meg a 100 új követő, az FSK... Hogy van, uram? FRKS22! FRKS22! Te hogy lehet ilyen buta droidot csinálni? Azt hittem, hogy ez a droidok okosabbak, mint az emberek. Na, mondd akkor, hogy kövessék be! Ha lennének érzéseim, most megsértődtem volna. De nincsenek, azért merem ilyeneket neked mondani. Igen. Na, megmondd, hogy valami jó csaj is kövessen be most. Üzenj valami jó csajnak.
Melyiknek? Jó, valami jónak, bazd meg! Mit válogatsz? De melyiknek? Ember, valami jónak! De melyiknek? Szép legyen! Szépnek! 10 per hányos? Csak tízesekkel foglalkozunk. 10 per 10, uram? Így van, mint én. Mint a pacekó. Üzenjenek az úrnak, az elnöknek. Egy jó paceklány. 10 per 10. Menjünk, mert a sík hülye vagy. Jó, a kövessék, ezt folyamat mondd, oh. Két percenként be kell mondanod, hogy kövessenek be TikTokon, jó? Ezt mond, ez két percenként kell mondani. TikTokon. Ezt két percenként mondd, nehogy elfelejtsd, mert mindjárt kiütöm a rendszeredet. Rendben. Kövessék be TikTokon az urat. És mondd neki, hogy lesz NPC live veled. NPC live lesz velem? Úrá. És veled fog lenni Loka Pantera is. Mondd neki, jó. Mondd neki, hogy NPC live-ozok Loka Panterával. NPC live volt a Pantera. De te live-ozol NPC tokával? Rendben, uram. A követéseket mindig ne felejtsd el mondani, azt mondni kell neked mondani. Rendben, uram. Akkor ne felejtsd el, te barom! Oh. Úristen, gyerekek. Na várja, veszek, mit kell vegyek? Hacker laptopot. Jó, várja, vettem, gyerek. Tudja, a faszom bekövette önt. Tessék? Tudja, a faszom bekövette önt. Köszönöm. Gyere. De a többieknek is üzenj. Kövessék Vivi Somárt TikTokon. Még egyszer jöhet, nem hallották. Kövessék Vivi Somárt a TikTokon. Várja, gyere! Gyere már ide! Itt vagyok. Mondd neki, dobjatok pénzt, csóró koporsó. Dobjatok pénzt, csóró a koporsó. imádom, gyerekek. Nem jött csaj miattad. Na, szállj be! Gyerekek, át kell öltözünk. Te fogsz tárgyalni a túlsztárgyalokkal, jó? Már hozom kocsit. Rendben. Figyelj! Készen állok. De tudod, hogyha aprítani kell, remélem nem leszel kiméletes. Nem leszek, letöröm az állkapcsukat. Még mit csinálsz, hogy pusztítasz? Természetesen, lenyom a fogait a torkán. Jó, öltözünk át, gyerekek. Büntető eljárás. Nem tudok átöltözni. Te így maradsz, neked nem is kell. Te vigyázz a kocsit. Sok embernek nincs lőszere. Jó, milyen lőszer kell? SMG. Jó, akkor az mindjárt elmegyünk venni. Öltözzetek át, gyerünk, öltözzétek át itt a helyi ízés, Strigót is. Menj már be! Te védj itt a területet, védj engem, gyere! A kocsiba szállj be! El fogják vinni, és az utó, a mondatot elfelejtetted! Kövessék vévésem át a TikTokon! Úristen, gyerekek, végem van! Azt a rohadt, én ezt nem hiszem el, gyerekek, míg átöltöznek a skacok, tényleg skacok, most már 85 új darab követő van a streamen, ezt nagyon szépen köszönöm nektek. De Instagramot is föl szeretném tornázni, mert igazából hiába mondta be ez a robot gyász a dolgokat, amúgy FRKS22 az Instagramon, be is mutatom nektek, hogy bekövettek FRKS22-t, és szoktam tartalmakat kirakni, meg ki szoktam rakni, hogy mikor kezdődik a stream. Szóval, hogyha esetleg nyomtok el az FRKS22 Instagramra, le is írom ide a chatre egy követést, azt nagyon szépen megköszönöm. Fel is olvasom, hogy kikövetett be jelen pillanatban, amúgy itt TikTokon bekövetett S-R7-10-17 az FRKS22 Instagramomat, bekövetett Siki.Puki1561, köszönöm szépen, és ebben a szent másodpercben bekövetett Roland Zsidel, köszönöm szépen neked a követést, és még egyszer megmutatom, FRKS22-re nyomtok egy követést, azt nagyon szépen köszönöm, és akkor felolvasom, hogy kik követtek be, bekövetett Domis Száv, és Tomi Kovács is bekövetett, nagyon szépen köszönöm nektek a követéseket, thank you very much, és így van, és még ki, igen, ó, most beindult Erik Herceg 10.01, Bálint 0.13, Armin Frank 91, Boton Német 23.55, Benedek Lacika 7, és Kálevi 16, és még utolsó beolvasom, most megyünk tovább rabolni. Igen, bekövetett Vasas Zsali, Kevin 14, Prif, Tamás Alvosóna, Szerencse, Ádám Horváth 211, Noel vagyok, Hello, Bilubadi, Adrián Novotny,
és köszönöm szépen Milán Vajda 3766-nak, köszi szépen, skacok, na, megyünk vissza, és opciók, most nem nemzeti lesz opció, mondtad, hogy végén mondasz valamit, csak végén nem leszek itt, nem szeretném el, a stream végén szerettem volna elmondani, átöltöztetek? Mondjad már, hol van, bazd meg, hát itt várok már ott 10 perc. Ú, de hülyék. Ugyanaz van a felszínűleg, nem a ruhája. Jó, adjál neki valamit, hogy masszegyen rajta annyi. Vagy jöhet így is, mert bodont. Na. Na. Tessék. Na gyere. Ki az az ember, a számüzetnet kell? Rendben. Figyelj, az jó, a számüzetet az ember. Oda jött, figyelj, azt néz, hogy elkapja. Azt nézitek? Üssed, üssed, kapd el! Adok neki meg... Álljon meg! Félj tőle, gyere, gyere! Hú, de ráugrotta. Adjon, gyere, szállj be, hagyjad, hagyjad, gyere! Megijedt tőle, gyere! Köszönöm szépen, Egyiptom! FRKS22. Így van, a másikat elfelejtetted mondani. Tehát tényleg fia vagy, most hova megyünk? Jó, hogy megyünk a lőszerért, jó? Hogy legyen neked is, neked van lőszered? Nekem semmi nincsen. De miért nincsen neked fegyvered? Elosztogattam az őreinek. Jaj, ne. A szerencsénk volt, senkit sem tettük el. Neki az ökle a fegyvere. Tessék? Neki az ökle a fegyvere. Ja, neked az ökled a fegyvered? Szálltkán el előbb a Memphis-t. A szöveggel nem bíz. Mi lesz az, aki megölt csoma? Hogy érted? Figyelj! Azt hitted mi? Na jó, van, hozzuk a cuccokat. De tudod, hogy egy percenként kell mondani a dolgokat. Ne felejtsd el. Robot. Nem ezért fizettek. Igen. Kövesség FRKS 20... Jaj, ne! Jaj, ne! Fejbe szakadt. Jaj! Jó vagy? Kicsit beütöttem magam. Adok neked valamit, mi a tajszámod? Én jól vagyok. Mi a tajszáma, uram? 119, uram. Figyeljen, ez jót tesz még a robotoknak is. Ó, köszönöm. Gyújtson rá! Higgyel a robotoknak is, ad egy kis feelinget. Figyeljen! Hát nincs tüdő. Elmondom, mit kell, el kéne nekem énekelni egy nótát. Jó, rappelni. Tudsz ilyet T-108, vagy mi a nevet? Igen. El kéne ezt rappelni. Mondom a szöveget, jó? Figyelsz? Jaj, ne. Lábamon, szipő, Memphis. Nem képes a rappelésre. De képes. Lábamon, szipő, Memphis. A lábamon, a cipő nem vész. Nem, Memphis. Vész. Memphis! Akkor mi? Lábamon, cipő, Memphis. Lábamon, cipő, nem vész. Ez hülye ez a robot? Lábamon, cipő... A lásom féli, meg van sírőben. A lábamon, cipő, Memphis. A szöveggel nem bírsz. A lábamon, cipő, nem vész. Szöveggel nem bírsz. Tömeggel nem bírsz. Mivel? Lábamon, így kell, mint ahogy én, ritmusra. A robotoknak van ritmusérzékük. Hát minden robotba terveznek ritmusérzéket, barátom. Hát a T-800-osok ezzel se kivételek. Kikerült. Tessék? Belém nem a legújabb ChatGPT. De nem érdekel valami ChatGPT, milyen faszom tudja, milyen droidságokról beszélsz. Lábamon, cipő, Memphis, a szöveggel nem bírsz. Itt vagyok. Lábamon, cipő, nem fész. Szöveggel nem bírsz. Szöveggel nem bírsz. Velem, tesó, nem bírsz. Nem bírsz. Jó, lábamon, cipő, Memphis. Lábamon, cipő, nem fész. Tömeggel nem bírsz. Velem, tesó, nem bírsz. Köszönöm szépen, Balázs, az ajándékokat. Akkor mi, uram? Vegyetek lőszert. Figyelj, adok neked valamit, jó? Rendben, uram. Mert te vagy most a testőröm. Ezt vedd át. Köszönöm, uram. És hogyha úgy van, az, hogyha azt mondom, hogy használd, akkor használd. Hogyha tűz, tűz, jó? Rendben, uram. És hogyha én azt mondom, bárkire, mit fogsz velük csinálni? Fejbe lövöm, uram. És még? Letöröm az állkapcsukat. És még? Testéről.
ledugom a torkám. És így kihúzom van. A seggéből. Köszönöm. Gyerekek, nem mondta a neved. Tényleg nem. Na, vigyázzatok, el van a szipőm, nem tíz. Veszek az SMG történt, hát ha kell, na menjünk. Gyertek, hozunk egy kocsit. Cserélünk kocsit, gyere! Kövessék FRKS 22-t Instagramon. Na, ezt megegyez. 10 per 10-es csajok. Még egyszer ezt mondd, még egyszer nem hallottam. Kövessék FRKS 22-t Instagramon. Főleg a 10 per 10-es csajok. Így van. Jaj! Üzenjenyed, van egy nagy ellenségem nekem, Gúnya Péter, hogy mi lesz oda, ha visszatér a városba? Megöljük. Még üzenj neki. Kinyírlak, Gúnya Péter. Én vagyok a Terminátor. Megtalálok az álmodban. Mondd meg neki. Elkaplak. Mi lesz vele, hogyha jön? Elkapom, és letöröm az állkapcsát. Ez az, de szeretek. Na várja. Köszönöm. Át kell menjünk. Kapaszkodj ott hátul. Skacok, itt vagytok? Itt, jó, hogy intézzen ezt a robotot? Legjobb. Legkomolyabb. Ő fog túlsztárgyalni, jó? Figyelj! Mi, eddig mire voltál beprogramozva? Tessék? Már telepítem a programomat. Telepíted? Igen. Majd mondd, hány százaléknál tartasz. Azt mondta, 97. Hogy azt üzente neked Jakab Ricardo, hogy eladt téged a használt autókereskedésen. Inkább a vastelepen akkor már. Figyeljen, uram, kérem szépen. Vagyis 408. Hány százaléknál tart a program? 99. Üzent magának Gúnya, hogy darabokra fogod szedni és lead téged a vasba. Ezt üzente Gúnya Péter. Üzenem neki. Lófaszt. Én szedem szét és elküldöm a tehéngyárba. Jól teszed. Na. Milyen öcskös? Jó napot. Viselkedjen. Így van. Menjünk. Gyerekek, ez nagyon kemény ez a figura. Ez hatalmas. Jövőd? Ki fogja készíteni a túlsztárgyal a robotot, higgyétek, vagyis ki fogja készíteni. X6-tal meneküljünk, skacok, legyen az X6-os? Jó, legyen, mert úgyis azt szeretitek. Na, nincs itt basszus kulcs. Vagy melyik? Hé, öcskös! Kóstolgatod a robotomat? Nem. Na azért. Viselkedjen. Jó napot. Na. Hozni kéne valami jó komoly kocsit. Valami négy személyeset. Nincs valakinek valami komoly négy személyese robot? Van? Meg lehet. Nézzük már meg. Nézzük egy négy személyes kocsit, robot úr. Hát, ha tudjuk intézni. Kérem. Faszom. Le van foglalva. Elnézést kérek, készítő. Várjál. Egy másodperc. Figyelj már, hol van a kocsi? Nincs. Le van foglalva. Kérem, ne öljön meg. Hú, majdnem megtettem. Valami BMW kéne. Menj már arrébb innen, droid! Menj innen. Várjál, valami M. Nincs olyan, hogy M6, vagy valami esélyt keresetek, skacok. Mi a leívója a BMW-nek, ilyen M4-nek, meg ezeknek, bazd meg. Aj, Istenemre mondom, a Merciket itt van. Vagy csak úgy random, nyissak rá valamelyikre. Kövessék FRKS 22-t Instagramon. Jól mondod. De nem mondtad, hogy milyen csajok? 10 per 10-es csajok, természetesen. Az alatt nem mozgunk. De nézzük ezt meg. Hozzátok ezt is, jó lesz kettőnek. Várjátok. Várja M5. De várja az M5, az nem van, nem tudom a lehívója. Nézzük meg ezt a Vance-ot. Állj, oké. Okay.
menjünk ezzel, négy személyes. Gyertek ezzel, ezzel megyünk. Kapjátok fel a robotot. Gyere! Kiraboljuk. Hogy mi lehet? Nem vagy nehéz a csin. Na, kiraboljuk a bankot, jó? Ez jó lesz, hogy a kocsi nem. Menekülése tökéletes. Kicsi begyorsul. És akkor már... Ó! Hello! Na figyelj! Szabad jönnek. Ki? Szólj rám majd itt a kaminosra, jó, hogy veszélyezteti, hogy ráálló sávba menjen, vagy a jobb oldali sávba menjen, szólj neki. Szólj neki, hogy feltartja izét. Ajja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 j
Robot, mi a nem segítesz? Kérdezz meg tőle. Jól van, uram. Lehet nem hal. Mondd neki, megszereted a kocsit. Így is leszarom. Engedjen el, uram. Uram, jól van? Jól van. Jézus, már segítettek ezt, hogy ne legyen jó. De mi történt magával? Nem tudom, én úgy láttam, szerintem rossz a szemem, hogy meglüktek át, uram. Nem mentünk magának amúgy. De jó. Jó, akkor adjuk magát. Jó, segítsünk itt adatni. Van egy nem egy robot? Beszélj hozzá, robot? Hello. T-800-as vagyok. Köszönöm, egyelőre nem kell segítségük, majd megoldom szerintem magamnak. Nem értem, hogy itt motyog. Addig, köszönöm. Menjünk. Jól van. Takarodjon el. 10 méter távolság. Jó, rendben. Ha kicsit arra mennének, hogy kicsit van, jó? A gyorsítóba. A belső sávban van már megint. Takarodjon, jó. Ja, most mondd. Takarodjon le a gyorsító sávról. Most mond neki. Nem hallja? Takarodjon el a fordulójáról. Leszarom. Kerüljek in. Kikerült. Kikerült. De látod, így kell. A határozó stílus elő kell vegyed amúgy. Ezt a stílus ezt elő kell vedd. Csak rendben, úgy... uram. Jó? Rendben. Hú, de jó lesz ez a kocsi. Nézd, hogy megyek. Profi. Üzenj egyet a nőknek. Van itt egy ilyen rádiónk. Tudunk üzenni a nőknek. Üzenj valamit neki. Kövessék FRKS22 Instagramon. Persze csak a 10x10-es csajok. De most ne! Üzenj külön a 10x10-es csajoknak! Üzenj valamit a nőknek! Az elnököt kontra Somát. Nem hallottam az elejét, bocsánat. Kövessék De Somát. Ne azt! Üzenj a csajoknak! Te magad, ahogy a program, telepíts fel egy csajozós programot! Soma tökéletes a szágyban. Ez sem rossz, de van egy csajozós programot telepíts föl! 1%. Na, figyelj, mondjatok már neki csajozós dumákat! 2%. Na! Tölti. Jó, csajozós... 3%. Csajozós programok! Most már tudsz valamit mondani 3%-on? 4%. 5%. Menj be és mondd, menjünk be így, gyere beszéljünk a bűnözőkkel, hogy hagyják el a területet, jó? Mert hogy ez a most kiraboljuk. A program ezt. Megsérült, újra kell telepíteni. Most letelepítsed, mondd meg nekik, hogy mi raboljuk ki ezt a gecis bankot. Nem. Jó, gyere nem be. Nézést. Semmi baj, beszélnénk nekünk tárgyalni, gyere. Mi rablunk. Tiszteltem, kik maguk? Tiszteltem, urany. Szeretne itt a robot mondani, mondd. Mi rablunk. Mondd meg egyszer. T-800-as. Na most mondd nekik. Menjenek innen. Miért menjünk? Likvidálsz John Connor, vagy mi van? Azt mondta. Vagy likvidálsz őket. Nézd már meg. Figyelj ide, Sarah Connor és John Connor fia vagyok, érted? Elhiszed, hogy leszarom. Mi a véleményed erről? Takarodjon innen. Vigyázzam, eladunk. Na jó van, dobunk a izébe.
vas telepre. Na figyeljetek! Ebben már megvan a pénz, elviszik a balét, mehetünk. Jó, de várjál, robot úr! Várjál, mondd be a kötelező dolgot, léci! A kötelező dolgot! Igen? Tudod mit kell mondani, amit a csajoknak szoktuk üzenni. Melyiket? Hát amit a csajoknak szoktuk üzenni. Ebben a faszom, hogy mit szoktak mondani? Kölesség. F. R. K. S. 22-t. Csak a 10 per 10-es csajok. És hol? Instagramon, uram. Na, akkor megyünk, kirabolunk egy másikat, de mondd el nekik, hogy mit csinálnak innen. Szólj nekik itt a bűnözőknek. Bűnöző. Milyen bűnöző? Terminátor, hogy, beszélj. Hát ugyan szoktam, hogy takaródjanak. Feleg az úr hátul, a fehér. Az ki? Számüzesd! Számüzesd! Az írpozzod? Számüzesdbe lesz. Számüzesd most. Mi van, szexrobot? Álljátok már el a szexrobot útjába, hogy számüzesd! Ez parancsba adom. Így fogom lefejelni, ugye? Ahogy adtam egy fegyvert. Így fejlem le, ne. Túlt vagyok. Számüzetve lesz, uram. Sajnál! Magának vége. Adj neki! Bozd meg! Ölj meg! Ölj meg! Menj utána! Ez hogy betanítottam! De nem találta el! Kapd már, te barom! Elkapom. Csak nem tudja elkapni a T3000-es! Ez elég szarom, ott már ne haragudj! Hát nem bír megjegyezni egy mondatot! Ó, sajnos itt vannak a rendőrök, sok sikert, uram! Sajnos megérkeztek! Fegyveresek vannak a bank előtt, uram! Ezek a fegyveres bűnözők. Ők. Úristen! Igen, hol van a modell? Somaf, innen van fent haveri, aki a fent... Várjál! Valaki tudja, innen van, hogy fent, akivel Somaf beszél? Melyik a robot? Remélem, te vagy Molnár itt a 10 per 10-es csaj, akit mondott. Az hova ment ez a barom? Most elhagytuk a modell... izét? T-800-at? Hova a T-800? Hát annélkül nincs túltárgyalás. Van, ne, ott van. Gyere már, téged keressek, basszus kulcs. Át tud itt túl. Nem tudok beszállni. Kapjátok már föl a barmot. Nevezzem át magamat, át tud itt ura, uram. Uram, jegyezze meg a mondatokat, vagy robot, vagy nem tudom már téged, hogy szólítsanak. Most kirabjunk egy boltot ezért. Nem. Melyen, és te fogsz tárgyalni, telepíts fel a túltárgyaló üzemmódot. Rendben, föl van telepítve. Jó, csajozós, az hogy el? 10%. Jó. És utána üzenünk a csajoknak? Igen. Jó, akkor most is egy kezdőre üzenj valamit. A program gondolkodik. Ne gondol, raboljuk ki, gyertek! Adjatok nekem egy fegyvert! Odaadjam, az enyémet, uram. Köszönöm, igen. Halló! Halló! Nálam van a T20-as modell. Itt hagytál minket cserbe a bankba. Leszarom a pofádat. Megdöglesz te is. Mit jelent, öreg? Megdöglesz te is. Találok a fejeden csillel a következő miasztörlövés tövedék, haver. Hallod? Meghalsz te is, te féreg. Jó. Keresztem a kurva agyadat, ha megtalállak. Jó, figyelj ide, öcskös. Most a fölhív a modell, a izém, azt tárgyadom, jó? Azt de. Majd megbeszéljük. Öcskös. Mit hívás az úr? Na. Figyelj, föl kell hívni a telefonszámot, jó? Föl kell hívni a telefonszámot. Vedd el azt nem, a szaros nem. telefonodat. Mondom. Készen állok. És mondd meg neki, hogy megleszel halva koporsó, meg ilyenek, jó? Fenyítsd le. Számüzet veszed. 1576 a szám. 1576. 240. 240. Ah, szia Dávid 178, örülök, hogy itt vagy. Igen, itt szoktam már TikTok. Fenyítsd le keményen. Mondjuk, hogy meg fog dögölni. Számüzetve lesz, meg fog halni álmában. Meg dögölve. Meg lesz dögölve. De nagyon. De nagyon. És mondj neki, hogy kövessék be Instagramon. Magának. Lerakta, uram. Lehet hívj fel még egyszer. Fölhívom. És mondj neki, hogy az Instagram követést. Rendben. És utána mondj neki, hogy megdögölsz. Vegye, kövesse FR. K. S. 22-t. Elrakta. Igen? Jó, meg most... kell találnom és megölöm. Azt kell. Mondd neki, számüzesd a városba, jó? Számüzetem. Visszahívjam? Igen. Csak hírjad folyamatosan.
Hát megnézem tényleg hány új követő jött ide TikTokra. Na gyerekek, viszont nagyon-nagyon jó, és egyiptomi dobott egy ilyen, mit is egy ilyen koronát, ami nagyon szépen köszönök egyiptominak, és Miklós közt dobott egy ilyen joystickot, Miklós tót köszönöm szépen. Jó ételhoz, és sok okos tojással szoktál találkozni, jó kis nézettséged van már. Hát figyelj, Dávid 178, azért nincs olyan rossz nézettségem, mert most is itt vagyunk 516-an, a rekord nézettségem az ilyen 1200 néző egyvelegbe. Általában egy stream alatt szokott jönni 100-ra búj követő, néha több, néha kevesebb, de a több az meg szokott tenni. Szóval, ja, amúgy egész jó kis közösség kiépült ide. Csak a maskony álmog a háttérbe. Igen. Na. Mi van, öcsi? Hívod? Eltörje magárincét. Hívogassad. Hívom. Figyeljetek, skacok! Ki tudja... Józsi, te tudod a számomat? Józsi? Számüzetve lesz nem a városban. Bazd meg, tényleg nem tudod, Józsi? Nem tudom, nem. Na. Akkor add meg a számodat, fölhívlak, azt csörgess meg. Hogyha úgy van, meg kell csináljak. Meg kell csinálnunk valamit még. Mondtad? Megvan a számod föl. Megvan? Felad a teljesítve. Megvan? Csörgess meg. Jó, ez kurva jó. Figyelj, gyere velem. Nem te, robot, gyere. És kacok, hogyha jönnek a rendőrök, hív föl szint, oké? Egy másodperc. Manó jó van? Igen, alszik ott az ágyon most. Elmegyünk egy pizzériába, és oda jó. Kell menni, hogy zárja be a pizzériát, mert mondják, hogy... Rendben, adjon egy kést, hogy be tudjam feníteni. Na, van nálam fegyver. Rendben. Föl kell kapkodnod az embereket, és a pizzériából ki kell vidd őket. Mondják, hogy mostékot árulnak. Meg azért tegyél egyedi is, jó? Rendben. Oda megyünk, és akkor most mondják, hogy bezáratod a helyet. Túlment, uram. Köszönöm. Figyelj ide, arra megyek. Na nézze meg, ma verekednek. Jól. Na gyere! Felmegyünk a pizzériába, gyere. Gyere, majd mondd az illetékeseknek. Gyere, menjünk be. A pincérnek majd. Tiszteltem. 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 Mehet a zene. Szeretem a nyugi zenét, igen. Hol ez a... Uram! Van egy kis gond. Mi a fasz? Le kell zárni a pizzériát. Jaj. Átkutatás. Mit találtál, T-800? Egyelőre nem látok senkit. Szarakaja. Szarakaja. Már alapjáraton. Senki se szereti ezt a helyet. Még a Pizza Kingben is jobb. Igen. Mondd nekik. Majd ott helyszínen, között velük a bezáratod. Bezáratom a helyet. Még Pizza King is jobb ennél. Pedig ez egy szar. Általában. Nem. Nem. Uram, magam merészel előttem telefonálni, miközben én beszélek önhöz. Dobass ki őket. Hát, gyere ide. Urak, állapodjunk még egy pizzával. Dobass ki őket. Mi ez a szar hely? Kiviszem, de az plusz pénz. Jaj. Figyelj már ide, meg kéne zárat ezt a szar helyet. Is lopom. Nem hallottad, hogy mit mondott a robotom? Mennyi? Hogy itt most... Tedd be ezt a faszapó telefon. Annyi bőven elég, de most le kell... Na, figyelj már, öcskös. Na, figyelj, nincsenek itt pizzázások, bezárjátok itt a helyet, jó? Most azonnal. Jó, a pizzák vírusosak. Mondd el, vidd ki őket, számüzesd őket! Menjen onnan. Számüzesd ki őket. Istenről. Menjen innen. Na figyelj ide, öreg! Zárd be ezt a mosdék helyet. De miért kell bezárni? Mert rejtett... Milyen indokkal? Mert szarkaját árultok. Mondd el, mi az indok? Elküldtem, uram. Miért záratjuk be a helyet? Mert vírusos a pizza. Egy szar. Kurva jó. Nóném, mi lenne a csette? Ez nem is igaz. Lófasz nem. Még én is megeszem. Én is megettem, és ilyenne változtam. Hát mondja meg. Egy Terminátorra, nem? Igen. Már én így születtem. Kezel ütöd ez a pizza. Na figyelj ide, öcskösök. Zárjátok be ezt a kóser helyet. Most. Zárja be. Most. Jó. Vagy teszek róla. Akkor jó, akkor bezárom.
De így, menj, nem áruljanak. De nyisd ki, mi ki akarunk menni? Ma nem árultok több picát, írjatok ki. Eltöröm az állkapcsolatot, eltöröm a gerincét. Most bezártam, most kinyitottam, most bezártam. Jó, ki, ki? Na gyere, megbeszéljük akkor ezt kint, jó? Zárjanak be, vagy végig. Gyere ki, öcsém. Miért? Na mondd el ennek, hogy mi lesz vele? Na figyelj, vedünk kész, jó? Eltöröm a gerincét. Ajaj. Elnémész, és most megbeszéljük ezt a picás témát. Nem szeretném. Az előszobában nyávok. Kihagynám. Nem kell, köszönöm. Vigyázz le a kollégát. Fogd már be, sütögezz a szarodat. Fogd már be szebben azért, tudja, hogy kivel. Hallod? Figyelj már ide! Bezáratom a helyet, mondd el nekik, miért záratjuk be a helyet? Ez soha. Nincs az a pénz. Az álmában ölöd meg magát. Nincs az a pénz. Nincs, mindjárt lesz. Vezetni kéne meg tudom, vezetni. Ne add el, ne adj el mocskó. Akarodjon már innen maga fehér köcsög. Figyelj, elmondom most mi van. Mondd el, miért visszük el? Mert húsznak, szar pizzát készítenek. Igen, mondd el, hogy miért? Még egyszer nem hallottam. Szar a pizza. Egy fos. Egy szar rakás. Én készítem ezt, amíg... Leszarom. Ha megyünk, ajjaj. Magát ragadtuk föl, úgyhogy maga a hibás. Ajjaj. Halló? Hoztam egy túszt! Egy barmoli! Micsoda? Hoztam egy túszt, gyertek! Ha. Meg ne próbáljon ellenállni, vagy magának vége. Értette? Igen. Menj bátra, menj bátra. Motozzátok át, vegyétek te az összes pizzát. Hú, gyerekek, milyen nagy RP-t nyomunk. Megnézem, hogy állunk anyagilag, jó? Leveszik a pizzámat, uram. Mi ez a pizza magánál? Kóstoljátok meg, hogy romlott. Ez már az enyém. Már ide adtuk pénzt. Ne vegyék el a pizzát. Ittál is. Mi ez a sajt? Mi ez a sajt? Jó, gyerekek, kapjátok föl, megyünk egy másik boltra. Kapjátok föl. Egy bolt van. Jesszus Mária. Kivel telefonálsz? Igen. Kivel telefonáltál? Veszek ki egy kis pénzt, urak. Jó, gyere akkor. Nem, vedd, kap fel a izét, hozzod, kap fel a izét. Pillanat, csak veszek egy kis kap fel a izét, ne azt te! A túsz ott van! Hol van a túsz? Ott van, ember! Ott van, látom. Mennyi már! Gyere, mehetünk. Gyorsan! Pattints be! Bebasszom ide csomagtartóba. Gyerek, nem lehet izét venni, Terminátort. Mert szar pizzát készít. Jó vagytok? Maga miatt vezet ilyen szarul, jaj. Mi, hogy beszéltél? Mindjárt szétnyomom ezt a programot. Nem uram, magát dicsértem. A túsz miatt vezetett rosszul. Igen. Ez is a túsz hibája. Mondja meg. Elfelejtettük a követéseket mondani. Maga retek. A követéseket elfelejtettük mondani! Kövessék F, R, K, S, 22, Instagram mondod. De várjál, de... 10-es csajok. És az izét is sem mondod. Hát akik nézik, tudod itt a izét, a rádiót, a BBC News-at. Azt is mondtad, azt sem mondtad be. Soroljam fel, mint előttem, gyerekek! 459-et. Vagy nem lőttem el? Igen. Rendben. Sorozás elkezdése 19 alsóvonal E G Y P T alsóvonal 91 nézi a GPS-t. Igen, még mondhatod? Szabó Balázs nézi a GPS-t. Máté Karancsi nézi a GPS-t. Jovan Joci Nikolic nézi a live-ot. GPS-t, rendszeriba. Játék. Mi az öcskős? Szavaztok, Moré. Kipatintjuk a boltot. Bence nézi a GPS-t. Anime fan nézi a GPS-t. Lebaszom ide a túszt. Viselkedjen. És hátra dob be. Behátra pizzás fél. Szerintem eldobják a kocsit. Azt mondta, igen, hogy kinézi.
Máté parancsi nézi a GPS-t. Berg nézi. X Berg nézi. Nézi a GPS-t. Gyere be! Pászom, hogy nem hallom. Gyere be! Gyere be! És a rózsákat is köszönd meg, a rózsákat köszönd meg! Rendben. Köszönöm Xberg az egy TikTok kinézetű ajándékot. Köszönöm Vándor Rob pont. 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 Rózsát. Folyamatosan. Köszönöm Máté Karan pont. 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 A rendszerima. Jó van, Jóci, 9 rózsát, köszönöm. 19 e rendszeriba, Vándor, túl sok az ajándék. Vándor, Rób, köszönöm az egy rózsát. Jóna, Roland, köszönöm az egy kérdési. Gót, Levi, köszönöm az egy nyilast. Úristen. 19 e, Y, P, T, 9, köszönöm a két rózsát. Máté, Karan, köszönöm az egy kézjelet. Xberg, köszönöm az egy rózsát. Úristen. Gondolom lelépett. Megnézzük, hogy lelépette. Igen, lelépett. 580, kérnék egy permát, ide jött és lelőtt mindenkit, könnyeljétek le, random DM stream sniper. Hát most feléreztem magam, mert ugye izé volt, ez egy ilyen droid volt. Jaj, hol a patibana? Mi történt? Ivány 342. Hát a srácok. Jaj, csak idejött egy ilyen Steam Sniper. De már intézem rá a spermát. Kösz. Szeretem. Gyere, ide jött egy izi... A rendszer hiba helyreállt. Ide jött egy Steam Sniper, gyerekek. Ezt elkezdett előni mindenki. Ja. Az jó. De Steam Sniper voltak. Úristen. De igen, igen. De várunk. Köszönöm. Remélem, hogy most. Jó, feszülős. Ez a ruha önnöm. És mindenki jó, hogy le izé Steam Sniper. Nem lesz. Nem tudom, hát mindegy. Nyomjuk tovább. De jó. Mennyi de rendszerhiba, hogyha bármi van, nézzed itt a izéket, nehogy ne maradjunk. Kire voltátok alapból? Figyelem. Igen, mi. De jó, akkor megyek ki, akkor kezdjük újra, ugye? Küldjenek ajándékot. Amúgy igen, ilyenek Tomának. Szoktak. Vi, köszönöm Tamás Csíkós a 4 rózsát. Köszönöm. Köszönöm 19 EGYPT 91 az családi rózsát. Köszönöm ma kezdet. Figyelj már, öcskös! Offline barakkad rá, téged meg elkaplak, jó? Figyelj, te mi az? Terminátoroddal együtt legyen, hallod? Hallod, fenyeget engem itt valaki telefonon, T-800-as. Igen. A T-800-as is, bazeg, ötször fölhívott egymás után. Hallod, hív fel ezt a barmot. Nem köszönöm, beszélek vele. Teen Wolf, az egy rózsát. És mondd neki köszönöm ezeket be. Hív föl. Három rózsát. T-800-as maradj csak be! Nemben. Hív föl és neki mondd a telefonban, mondd a száz... Neki köszönd meg a rózsákat. És mondd meg neki, hogy fölveszi, jó? Hívjad! Rendben. És neki, aki ajándékot mond, vagy dob, vagy mit bánom én, köszönd meg neki. Nem veszi föl. Hívogass, és mondd neki, hogy el lesz kapva. Rendben. Te túlsz tárgyalsz. Team bemond. Köszönöm, hol van a izé? Itt van ele. Hol a túsz? Itt ül. Köszönöm, Makesz, az egy TikTok jelet. Öcsi! Köszönöm, Makesz, az egy TikTok jelet. Ilyen szar pizzákat árultok, mit van ez a Mireli? Milán, az öt rózsát. Pist. Ez még lehet jobb is. Jó, van, maradj itt akkor. Csak vetköztessétek le. Magának vége. És mondd el ja, a rózsákat. Akkor vége. Ajaj, az nem így. Mondd neki a rózsákat. Mert mondjam neki a helyszínt. Igen, mondhatod. Rendben, visszajövök. És a rózsákat. És mondd neki, hogy a csöves pizzériája beled záratva.
pizzéria bele záratva. Már bele. Nem volt. Vagy lesz. Van túszunk? Jó, nyugodjon meg. Van túszunk. Ez az én kocsim amúgy. Jó, jó autó. Várjanak egy kicsit, mert most itt a BD-s kollégák elmentek autóért. Jó, megvárunk. Jól várjuk a túsztárjot. Hívj fel a barmot. Hívogatom, de nem veszi föl. Akkor ne hívd, akkor hívom én. Eldobta a telefont. Várjál. T-800-as beszél a nézőkkel? A rádiós, azért mert adnom kell a macskának kaját. Köszönöm, az egy rózsát. És beszélj, válaszolj a kommentekre, jó? Nem tudjuk. Lehetok adok macskának kaját, mert nagyon nyávok, valószínűleg az a baj. Egy pillanat. Szia, neked is. Szia, T-800. Nem tudom, kinél nyávok, ez a kanos macska egy órája. Szia. Hello. Én vagyok a Terminátor. Igen, szeretem magát. Szia. Szia, baba. Nem, nincs. Szia. Szia. Minden jó, köszönöm. Bár nekem nincsenek érzéseim. Hello. Lőjem el. Hát mindjárt lövök én, mint mindenkit. Várjon. Hiba. Moncsi a legjobb. De főleg, amikor tudna válaszolni. Robot, kövess be Gyulegát? Nem. Szia. Éppen itt állok egy helyben. Jelenold a lábom. Hello. Szia. Szia. Minden jó. Köszönöm. Szia. Köszönöm. Igen, bemondom. Bence, hivatalos, mémek. Üdvözöllek. A bibarra, az is szar. Szarul. Szia. Szia. Hello. Igen, vállalok analba. Lehet jönni. Gyere, gyere. Szia. Na, megérkeztem, csak kellett a macskának szia. Adni kaját. Hello. Kapcsolod magad túlsztárgyalóba, hát. Rendben. Hello. Szia. Szia. T-800, kapcsolod magad túlsztárgyalóba. Jó. Rendben, átkapcsolom magam túlsztárgyalóba. Át kell, megérkeztem én is, elnézést. Mindenkinek köszöntem. De csak köszöntél? Nagyon jó robotnak lenni. Nem, mindent reválaszoltam. Köszönöm. Hirdetem Mónit is. Oké, mondd neki a Mónintól kérjél fényt, jó? Kérd meg Mónit. Hogy kérd meg az isteneket, hogy varázsoljanak fényt. Varázsoljanak Isten fényt, Móni, kérem. Időjárást, kérd meg az időjárást. Időjárást, varázsoljon Móni, nagyon kéne uram, a hölgyem. Egyszeriba. Az ajándékokat figyeld, mert én most nem tudom figyelni, jó? Rendben uram. Akkor figyelem az ajándékokat, hogyha túlsztárgyalás van, jó? Rendben uram, addig bár az meg... óráján már tele van. Jó, várja. Köszönöm, felkiáltójál Milán, az egy... Túlsztárgyaló jöhet? Jó. Lehetek a túlsztárgyaló? Figyelj, keményen kell beszélni, határozós... Határozós stílusban, jó? Te ugorj egyet, Józsi Ferenc. Rendben. Keményen beszélj, jó? Kemény program föl van telepítve? A kemény program föl telepítve. Határozó stílus föl van telepítve? Igen. Jó. Készen állok. A fegyvert vedd elő, vagy nincs nálad? Adok nálad. Tajszál? Nincs. Szál 19. Adom. Még egyszer? Köszönöm. 119. Árja. Mondd még egyszer. 119. 9. Egy másodpercet kérünk. Jó napot kívánok, túlsztárgyaló úr. Oké, ő fog tárgyalni. Vigyázz állásba, kérem, most. Bemutatkozhatok, uram? Most azonnal jó lenne, hogyha bemutatkozna. Rendben. Lehetok átgatom. Bemutatkoznék, Gesztesi Mihály vagyok, rangom, ügynök, jelvény számom 3713. Hangosabban kérem. Nem hallja! Rendszerhibás! Ott van a szem előtt, maga balfasz. Ott, jobbra. Egy darab túsz. Igen, uram. Pizza boy. Zavarja esetleg? Pizza boy. Pizza Kingnél dolgozik, de elraboltuk. És pizza bezártuk fiú. A helyet.
Úgyhogy még a pinceking is veszélyben van. Túlsztárgyal az akcióparancsnokat keresi. De rök. Egy darab túlsztárgyat pedig a boltban. Viszont magával együtt már kettő lesz, ha nem viselkedik. Hát gyerekek, ez hatalmas ez a forma. Hát nem tudom, nem tudom. Merre hát, szeretnénk menni? Uram. Maga dönt, mindenbe átadtam. Most a robotok veszik át az irányítást. Ebben a robotok lázadása. Így van. Jobbra. Szeretnénk. Teljes. Szabad utat. Hány darab túlszért? Szerinte? Tudja újra a követelést? Jobbra. Teljes. Köszönöm, Mónika. Jobbra. Teljes. Szabad utat kérek szépen. Egy. Túlszért. Köszönöm, Mónika. Az elkövető szeretne egy darab túlszért a bankból kinézve jobbra. Teljes szabad utat. Nem teljesíthető. Így ez a baromarcú. Figyelj már ide, a csöves pizzériát bezáradt, felraboltuk az egyik pizzabolyt. Bombákat helyeztünk el. Igen. A pizzériába. Mert szarok a pizzéria, szarok a pizzán. És akarjuk, berobbanthatjuk. Úgyhogy kérem szépen a T-800-assal beszél, a T-800-assal beszél. Azt a T-800-as, az küld már a faszomba. Szabatosan hívogat, geci. Egy beszélek, hova menjünk? Anyádba. Hova menjünk? Hívd fel a T-800-ast! Nem hívom föl! Mondd, hova menjünk az emberemért! Jó, fölhívték! Megkeresnek nélküle! Fölhív a T-800-as! Hát hívjon, de most már küld már a faszomba aludni! Biztos, hogy bizonyítsam, uram! Ne faszik! Mert megkezdem, mikor alszik! T-800-as! T-800-as! Mikor alszol, azt kérdezik! Én soha. Soha nem alszik, most mondja. Nem alszik. Kérdezzenek, hogy jó a látása. Jó a látása, T-800-as. Természetesen, akár az egyik. Hiba. Ha, nem, hibás. Nem. És a látása? Hát, itt a pizza volt, tűra volt, tehát azt mondta, hogy takarodjanak ki erről a szarhelyről. Azt mondja, még a pizza kívül is jött. Elhozzuk, de hol van? Hát sem meg. Nem mondom el. Vagy pénz. Ez már meg hány százalékon van? Dobáltunk önnel. Hány százalékon vagy T-800? 65. 65-ön. De hova menjünk? Itt vagyunk Palettótól nem messze. De elmenekülünk, kiraboljuk a boltot. Boltot rabolunk. Most akkor az emberemmel mi lesz? Megdögdik a pizzás, csöves pizzákkal együtt. Földes gyújtogatva hely minden. Bármi lesz a pizzával, ne törődjön semmi rossz. Akár mindannyian meghalhatunk. Jó, mindjárt fölhív a T-800-es. Itt a bomba önnek. Szállás, ne hívogass. Biztos akarja ezt? Ezt nem akarja. Biztos. De ha csak viccelünk a Pizza King-en, jó pizzájuk van. Én amúgy se éltek nagyon ilyet, csak csokit. Bombaszerűség. Mondj neki, fölrobbant mindenkit. Fölrobbantok mindenkit. Az egész világot. A Horizon városát föl tudja robbantani. Igen, ez, ha berobban az egész Horizon város. Magával együtt, természetesen. Micsoda? Biztos ezt mondjam az urak? Látok? Mások akkor perc. Mi legyen? Tárgyalj vele normálisan. Normális tárgyalást telepítve. Határozó stílus, normális tárgyalás. Rebben, uram, kérem szépen engedje meg jobbra a szabad utat. Hát már mondtuk, hogy teljes szabad utat nem tud kapni az úr. És miért egy túlszért egy tárgyalj? Szöves, vagy elállunk, vagy felszedjük a szöges. Hát ide a pénzt, öcsém. Na figyelj, itt vagy? Halló? Halló? Ó, itt vagyok! Nézd a messenger-t. A messenger. Az a baj, hogy azt nem. De viszont valami alternatívát ki tudok találni, ha akarod. Hát azon akarod, gondolkodtam, hogy... Hol akarod? Kívül szóljon, vagy előttetek? Kívül gondoltam, hogy a T-20-as berobbantom. Érted, hogy mit gondolok? A T-20-as? Hogy kiküldöm és berobbantom. Tudom, hogy fölrobbantani, sajnos. És olyat nem tud a T-20-as, hogy
hogy tudod, amikor üldözésnél van, hogy mondjuk a kerekeket a szemével ilyen lézerre ki tudja lőni, tudod? Tudja csinálni. Jó, oké, okay, akkor legyen az. Jó, de ne rögtön, oké? Okay? Na jó, oké. Okay. Csak hogy akkor hívjon föl telefonon, kell a lézer sugár. Jó, a T8-as fog hívni a lézer sugár miatt, jó? Okay. Na csá. Na T8-as. Uram, van egy problémánk. Na? Jobbra kértem szöges felszedését, de oda parkoltak a járművel. Akkor ezt told meg, légy szíves. Uram, TFM. Parkoljon el a kocsival. Vagy megbánja. De izé sem, várja. Várja. A izét is elfelejtett mondani az ajándékokat, most megint te maradtál. Természetesen, uram. Visszakeresés. Várható idő. 413 év. 7-20 van az a fekete is, ne az kopasz. A nevét is mondd be. Charlie. Meg akar halni, uram. Nem szeretnék, uram, nem szeretnék meghalni. Akkor legyen jobbra teljes szabad út. Itt a akcióparancsnok. A elkövető fenyegetőző. Jó, várjál, van egy jó. De. Nem fenyegetőzünk. Elmenekülünk így, odaadjuk a túszt, és jöhetnek, értünk, jó? Értem, magyarul most kiküldik a túszt. Nem, a túszsal távozunk együtt, normálisan. Értem. És hol vették fel a szögest? Hát, jobbra. Igen. Jó, akkor jobbra fogunk távozni. Értem. Jó. Pizza volt, sok sikert. És köszönd meg a rózsákat, légy szíves. Cseréljetek. Ismered az F8-at, Nimrod? TFM? Várjál, lehet, hogy befagyott nekem a chat. Egy másodpercet kérek, újraindítom. Hello, uram. Igen. Várjátok, egy másodpercet kérek. Egy másodpercet kérek, uraim. Köszönöm szépen. Hello, szia. Adjon neki másodpercet, vagy rosszul jár. Igen. Tarts föl, légy szíves. Uram, milyen volt a napja? Mondtam neki csak... Nem kérdezi az úr? Na, most jó. Milyen nem, volt a napja, gyereke, uram? Bocsánat, csak véletlenül kiléptem. Tudját, csodás volt. Jó, mehetünk. Akkor jó. Mehetünk? Visszaszámolok? Igen. Akkor visszaszámolok, rendben? Egykor indulunk, akkor 5, 4, 3, 2, 1, megyünk. Hív fel a izét! Hívd fel az embert, és mondd neki, hogy a lézertámadást aktiválja veled együtt a izével, jó? De ne szólj a száján, mert Józsi Ferenc, ugorj már egyet, barom! Hívd föl, hogy, hogy aktiválja benne, telepítse fel a lézerprogramot benned, jó? Rendben. Ugorj már telepítse egyet! Föl a lézerprogramot bennem, kérem. Mit mond? Jól vagyok, kérem, aktiválja a lézerprogramot. Aktiválja a lézerprogramot. Szólj, hogy aktiválta a lézerprogramot. Uram, 119. Uram. Azt mondta, aktiválja. Ott a pizza. Program aktiválva. Lézer program aktiválva? Igen. Isten. Aktiváld a lézer programot. Hogy aktiválom, uram? Hát hogyan? Föl van telepítve a rendszerbe? Uram, ismeretlennek írja, uram. Szállj ki, és gondolj erő, és a szemeddel aktiváld! Nézz erősen a rendőrkocsika! Nézzel nagyon erősen valamelyik kocsira! Nézzek! Nézzel jobban! Mondjad közben, hogy aktiválom a részt! Aktiválta! Aktiváld, mondjad közben! Rendben. A másikra aktiválva. Is aktiváld! Rendben. Aktiválás bekapcsolása. Újratöltés. 10%. 20%. Amikor jön, akkor nincs, aktivált. Nem lehet újra tölteni, csak veled közben. Jó. 20%. Aktivált. 30%. Aktivált. 40%. 50%. Aktivált már! 60%. Jó, aktiválás. Aktivált, mert őnek! Aktiválná. Aktiváltam. Aktivált már! Aktiváltam, csak rendszeres, rend hiba. Aktiváltam. Hívd föl még egyszer, hogy aktivált! Rendben. 10, 20, 30. Jó, megjavítottad a kocsit. 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Aktiválás, megkezdése. Aktiválva. A lézer aktiválódott.
miért nem működik a lézerem? Nem gyenge ez a lézer. Nem jó a lézered. Hiba. Miért nem? Áre, milyen pólom van rajta? Szerintem a lézer funkcióm... Akkor hagyjuk le. Jó, hagyjuk le, gyere. Hiba. Várjál, mondj neki valamit, amikor megáll. Eltöröm a gerincedet. Eltöröm a gerincüket, hogyha követnek. Álljon félre. Biztos ezt akarja? Uram, te lekinézi. Van nálam eltörnyő. Nálam is. Akkor rak föl, jó, fölmegyünk a hegyre, jó? Rendben, fölrakom. Jó, mond, jelöld be a csíriát tetejét. Rendben, jelölöm. Csíriát teteje. Közben a ajándékokat köszönd meg. Rendben, forduljon vissza a közelebbi visszafordulási pontnál. A ajándékokat is köszönd meg! Köszönöm, Rich. Az ajándékot. Borultak vége. Mi borultak? Néger, boxjel. Hú, azt nem mondd be. Nyilast. Nem is borultak, ember. Jó. Na. Figyelj ide! Köszönöm, Milán, alsóvonal, Vók, az egy rózsát. És mondd, hogy hány méter. És Milán, úgy mondd, hogy Rozi, Vók, úgy mondd, hogy Rozi, jó? Köszönöm. Rozi, köszönöm Rozi. Rozi, K, Milán, 16, köszönöm, a 7, 8, 9, Rozit. Igen, van. Köszönöm, Adika, 97, az egy. Rozit, au. Au. Maguk rendőrök? Beszélni szeretne vagy egy robot? Valamocskos buzi, takarodjon el. Köszönöm, Jim, Bo, pont, pont, pont. A négy, G to the G. G to the G. Ezt te kapcsoltad be mod T800? Rossz gombot nyomtál be! Rossz gombot nyomtál be! Rendszerigó. Rossz, mit nyomtál be? Rendszerigó. Énekelt közben, Léci! Megnyomjam neki, Rozi? Rozi. Rendszerhibát, például nyomtad be az a négy, nem a rádió egyet szeretném hallgatni. Hát most nem megy, ez nem a reggeli nem morning a show. Uram, nem a rádió megy, uram. Akkor mi megy? Nem tudom, én is ezt kérdezem. Na. Beszélj hozzájuk, hogy meghalnak. Jaj. Rohadjatok meg. Mondják, hogy rendőrök. Családbátokat, hogyha követtek. Erre kell menni, ugye? Nem rokok be, csiborít be a robot. Ez erősebb, mint Balázsék. Hát ez erősebb. Köszöntelek. Mondd a követéseket. Főnök, rossz az irány. Rossz az irány, hát miért nem szólsz? A robot, a GPS, miért nem szólsz? Rendben, haladjon előre, és a legközelebbi konyhánál forduljon jobbra. És mondnak a rendőrök, az álljál rendőröknek, szólj nekik, rendőröknek szólj, hogy álljanak félre. Álljanak félre, álljanak félre. Álljanak félre, vagy kinyírom az egész családfájukat. Közül téged volt a társ. Mindjárt félre állj. Nekem, mert kinyírom az egész félredet. Mehetünk, gyere. A te mi nyomul az a négy? Kanyarnál forduljon balra. Jó, mondd az utat! Nem én kapcsoltam be. Jaj! 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 Ha! 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 Mondd nekik, robot! Nyomod! Jaj, ne! Nyomod! A legközelebbi kanyarnál forduljon balra. Én vagyok a legújabb T-800 robot. Takarodjon innen! A legkönnyebb, legközelebbi kanyarnál forduljon jobbra. Hát újra tervezés.
újra tervezés. Tervez újra! Rendszerhiba. A legközelebbi kanyarnál forduljon balra. A legközelebbi keresztüzérésben forduljon jobbra. A legközelebbi keresztüzérésnél forduljon balra. De szembírom, gyerek! A legközelebbi kanyarnál forduljon balra. Újra tervezés. Nagyon hangos a zene, azt írják. Mondd neki! A legközelebbi kanyarnál forduljon balra. Amúgy tényleg jó a zene! A legközelebbi kanyarnál forduljon jobbra. Forduljon jobbra. Forduljon jobbra. Forduljon balra. A legközelebbi kanyarnál forduljon balra. Forduljon balra. Jaj, újra tervezés. Tolasson. Forduljon balra. Forduljon jobbra. Jobbra. Tartson jobbra. Forduljon meg. És a robot parancsol! Takarodjanak innen. Forduljon balra. Lézer aktiválva. Lézer. Lézer aktiválva. Mi történt? Mi a miért aktiválva? A lézer aktiválva. Hol vannak? Vissza és menjen balra. Hát vissza. Mi esett? Csúsztam. Jönnek föl, sétál. Jaj. Tényleg? Hol vannak? Közében le. Már tized fognak hit. Forduljon balra. Ott jönnek. Le 300 méteren át. Várjátok, egy gyorsan kell. Lézer aktiválva. Forduljon jobbra. Nézze, hogy futtak. Tartson egyenesen 300 méter. Fegyvereket elő is, tartsuk le őket. Rendben. Tüzet, hogyha hogy meglátjátok őket. Rendben. Mi leszünk, aki föltartjuk őket, jó? Elnézést készít. Megkérdezhetni, mi ez a zene? Ez a lézer. Az oldalt két oldalt, jobbra, balra, vagy balra, balra, balra. Nézed az oldalt! Mi hallom az a nőt? Per streamer mode, arra gondolj! Per streamer mode. Igen, hiba. Keci. Ne! Hát végül ütött a néznek. Hol van, hol vannak? Szerintem jobb oldalt fognak feljönni. Hol? Nézed, már ne hibázzál! Szerintem meghaltak. Szkennelés. Nem tudnak felfutni, túl meredek. Szkennelés. Szkenneljed? Látsz valakit? Szkennelés. Nem. 300 méteren belül nincsenek. Balonkövet, hogy végül jutotta? Nincsenek itt. Menjünk föl. Aj, nem rossz. Úgy Ferenc, nézd már meg, hogy hol vannak a kurva életbe! Megöljem. Ne. Jó, nézzünk körbe, gyertek. Kocsiba be. Lézer aktiválva? Aktiválva volt a lézer? Igen, a lézer aktiválva volt. Sikeres volt a rabdás, így kell. Nem amúgy bugos volt, gyerekek, szerintem az volt a lényeg a zenével, hogy az étterembe kijöttem és azért hallottam. Amúgy szerintem azért hallottuk a zenét, mert az étteremből jöttünk ki, tudod? Forduljon balra. Köszönjük a nézőket. Jobbra. Meg a 10 per 10-es csőnőket. Köszöntöm Jao O B. Köszöntöm Ham A T. Köszönöm Tommy Privát. Köszöntöm Dózsa Robert. Köszöntöm Dikusz. Köszöntöm Rizsi 64-et. Köszöntöm Szabit. Köszöntöm Renikét. Köszönöm Barnuszkát. Köszöntöm Zsolt Noé Balatonit. Köszöntöm János Bognány. Köszöntöm FX Vizét. Köszöntetek. Köszöntöm Bencét. Köszöntöm Kristóf Zekontot. Köszönöm szépen Erik Nagy a három rózsát. Rozi.
köszöntöm Nikolászt, köszöntöm Domit, Dominik Zsiklát, köszöntöm Jukuszt, köszönöm Erik Nagy a három rózsát, a négyet, köszönöm Iarni az egy rózsát, Iarnit, elnézést a kellemetlenségért. Kapaszkodj T20 modell! Kapaszkodok. Jaj ne. Kapaszkodjon T20 modell, jó vagyok, vagyunk jó. Jaj. Rendszerhiba. Köszönöm Tibor Zsoki a 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, várok az egy rózsát, 25 rózsát, köszönöm Tibor Zsoki, köszönöm szépen, maga a legjobb. Kivéve, Soma, ő a legjobb. Wow, rendszerhiba. A rendszer kezd összeomolni. Miért nem eltörnyővel mentünk? Szerintem meghalok, viszlát. Nem, a rendszerem még stabil. Kiugorja? Igen. Biztos? Nincs rajtam az eltörnyő, bazd meg! Vedd már föl! Belevitt a hülyeségbe! Köszönöm, Mark a 70 darab rozét! Picsába! Mark, köszönöm a 1000 darab TikTok élet! A Horizon Roleplay szerverén vagyunk, rendszerhiba! Azt a rohadt. Ezt nem hiszem el. Pazeg, együtt repültünk volna. Na már, megérkezett a rendszer hiba? Felkapom a főn. Nálam nincs itt. Itt van T-Hook modell is, elő. Itt elő. Nyolcnak vagyunk még most is a szerveren. Aha. Nálam nincs itt. Vedd el a főnököt, rakd be hátul, és felveszem T-Hook. Ti felveszem T-Hook modell. Hú, gyerekek, azért most megmondom, hogy most már 3 órája. Ott van a kocsikára. Megvan. Megy a stream, azért kezdek elfáradni, amúgy kicsit, úgy mondom nektek. De a mait azt élveztem amúgy, ez tényleg jó volt ez a mai, amúgy. Tényleg ez egy jó stream volt. Nem tudok beszállni, Geci. Az akkor nem, én most ismertem meg amúgy a robotot amúgy, nekem is tetszik. Ben vagy? Ben. Aludták is ember, nem tudtam aludni. Nézzük a kórháza. Ha nem tudtam stream előtt aludni, azért hiányzik is. Hát még le kell vinnem a kutyát, lefürdök, megcsinálok ezt, meg azt, meg amazt, csinálok magamnak egy jó kis kaját. Az egyszer biztos. Szóval azért meg fogom ezeket csinálni. Viszont még egy nagyon-nagyon fontos közleményt szeretnék közölni. Meg is nézem, hányan követtek be a mai streamen. Aj, de jó. 144 új követő van. 2,5 után feljutott a szervezőről, semmit nem csináltam, és kaptam ban, és nem fogadták el az OB-t. Nem hiszem, hogy 2,5 év után valakit random badonak. Poly, mert köszönöm szépen az ajándékot. Annyi van írva ban, hogy keres fel DC-n, és annyit nem kaptam OB-t. Az offline ban nagy valószínűséggel általában le van könyvelve. Légy szíves, írj Discordon unban kérelmet, kérek szépen. Meddig leszel? Közben köszönöm szépen a követéseket is, kacok. Nagyon szépen köszönöm. Hát figyeljetek, még el szeretnék egy nagyon fontos dolgot mondani, aminek sajnos nem annyira fogtok örülni, de azért ez egy milyen pocsint van. Ki van írva Discordomra. Viszont mindjárt ezt elmondom, de jó, hogy meghaltunk. Ahogy fölkedek, és köszönöm szépen Poymernek a GG ajándékokat. Nem tudom kilépni ebbe az F3-os menüből. Remélem újra tudok éledni. Vezessek el? Várjál, az meg, hogy újra tudok éledni, geci. Nem vezetek én. Nem tudok újra éledni, geci, mert... Álljátok... Ugye, hé? Pázd meg, benyomom, amikor szétütöttem a billentyűzetet, beragadt ugye az egér. Mi a tököm? Köszönöm szépen DG Mester H-nak a GG jeleket, köszönöm szépen. Hú, ma tényleg komoly helyzetek voltak.
Jaj, na várjatok, skacok. Intézkedek én itt mindjárt. Na mindegy, akkor intézem így, most nem izélek, spekulálok már. Revive 342. Hú, de jó, bazd meg. Ezt hogyan tudom bezárni ezt a animos gecit? Hú, de jó. Ide hozod a T20 modellt? Hogyan tudom bezárni ezt a... Nem tudom, de hogyan? 119. A véletlen megnyitottam az animációt, azt hogyan tudom, és úgy hagytam meg. Fárom. De azt nem fogod szerintem már leszed is. Az jó. F8 bezárral nem megy? Meg se tudok mozdulni, tesó. Hát az kellemetlen. F8 bezárral. De amúgy meg itt egy kínai mentős. Add ide a T20 modellt, érez föl? Ha hozom. Itt van. T20 modell. El kéne búcsúzni a nézőktől, mert már nem bírom tovább idegikkel. Á, már én sem, uram. Akkor kérek szépen egy búcsút. Hát uraim, nagyon jó volt. Köszönöm szépen mindenkinek a rúzsákat. Azt mondják, hogy nyomjál X-et, azzal lehet jó lesz. Hiányozni fognak. Menjen már innen. Hallottsoma, már F8 bezár, nem működik. Akkor arrafelé. Ja jó, X. Ja, elnézést. Mondjad. Az X-Wire. Mondjad, még egyszer T28 modell. És mondd ennek, és takarítsd el innen majmot. Azt a kurva. Itt beszélsz a faszopal, most már fejben ülnek. Én meg letörem a nyakadat. Hallod? A gerincetet kitép a vajéről, és át fogok programozni cickává, jó? Jó van. Nyugodzál, azt üljél le. Átírom a programokat, az senki leszel, jóba? Rendben, uram. Na, szerencsédre. Na, még találkozunk, de halott leszel. Szerintem is. Ügyázzál magadra. Már azokat a bűfogaidat mindjárt beledugom a picsádba. Magám, nekem vannak. Hát, nekem kezem volt. Neked meg semmi nincs, meg szőröd. Úristen, ez jó az árás. Hát igen. Egy szőrös, szaros majom vagyok, tudja. Hát de engem legalább nem bírnak becsicskítani. Titániumból, uram. Uram, de azért magát át lehet programozni csicskává, ugye? Át lehet írni a kódokat. Uram, magát megtanulom még egyszer. Letöröm a nyakáról a fejét. Hát, azt megvárom azért, elég erős volt az atomban, azért szeretem a csipet. Na, köszönjön el itt a GPS-en élők közül. Köszönöm szépen GPS-en élőkről mindenki. Nagyon jó volt a mai nap. Köszönöm. Van Discordod? Írj majd rám. Rád írok, uram. És köszönjen! Most mindenki... Sziasztok. De a nevekkel. A nevekkel és a rózsák. Hát, uram. Én szavasz majom. Nem írtam el, uram. Szia! Kicsenyék, uram. Hallod? Jössz akkor átviratni a kocsit? Ha, igen. Küldd el innen ezeket a fogyatékosokat. Oké, ez. Uram, ez a Horizon szerver, uram. Szia. Rendszer hiba. Ugyanak már érem, kérem. Vennem kell gyerekek. Jó van, rendszer hiba. Elfáradtam. Át tudom írni a kódokat. Jó, Pest. Így van, csokkodok. Azt a rohadt gyerekek. Nagyon elfáradtam. Elmondom nektek. Jó volt ez a mai nap, amúgy lehet, hogy épp áradtam el. Amúgy én még fifáztam stream előtt, bazva egy 2 órát a haverjaimmal. Sokat gépeztem, régen gépeztem ennyit, geci. Azt a rohadt, úgy elfáradtam, ki is tagyítom magam. Na jó, kezdem a rossz híre, jó? Mert nem annyira akarom, azt mondtad reggeli nyomod. Tesó, így is ráhúztam egy órát, bele is mondtam a szemembe. Meg el kell vigyem a kutyát, el kell fürödjek. És utána pihenek. Na, elmondom a rossz hírskacok, de erről fogok majd csinálni a TikTok videót. Jövő héten nem lesz egy stream se, szóval kezdem nagyon-nagyon rosszal. Elmondom az okát is. Jövő héten bevállaltam több munkát, mert el fogok utazni szombattól hétfőig Prágába, Csehországba. És emiatt, mert csomószor tudjátok, hogy projektmunkákkal dolgozok, szóval sokszor otthonról dolgozok, és nem kell mennem irodába, ezért sokszor hétvégén is van feladat. Ezért nem nagyon fogom tudni megoldani, hogy jövő héten streameljek, szóval jövő héten nem streamelek. Viszont hétfőtől megint fogok, de fogok csinálni videókat, hogy mindenki képbe legyen, meg fogok csinálni anyagokat is, szóval azok lesznek, csak nem lesz stream. Dózsa Norbert örül. Ezt nem teheted, de hát remélhetőleg majd egy hét után jobban várjátok, de hát most értetek, megyek 3 vagy 4 napra Prágába, mondjuk szerintem 3 lesz belőle, és
és jövő héten több munkát vállaltam be a keleténél, és nem tudom megoldani amúgy, ennyi. Két hét múlva, de gyerekek, nem két hét, mert jövő hét nem lesz, egy hét maradt ki, és utána hétfőtől már lesz stream. Szereted a pörkölted? Várom a hétfőt, jó utazást. El fogom mondani, mikor a streamek hogy lesz. Fogok csinálni videót. Már mindjárt kész a setupos videó. A setupos videó az hónap ki fog kerülni. Szóval fasza lesz. Meg nagy valószínűséggel jó lesz. Én nagyon szépen köszönöm ezt a mai streamet. Direkt megpróbáltam ráhúzni, hogy úgy menjek el, hogy jó legyen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az ajándékokat, az új embereknek a követést, és hogy figyelemmel kísértétek a mai streamet. Hogyha leírjátok egy 10-es skálán, hogyan tetszett, azt is megköszönöm. Te is, amit tenned kell, tesó, magánéleted is gondozni kell. Hát azért kell, azért azt is, aha. Néha vannak azért dolgok. Fú, egy teljes hét nem lesz. YouTube-ra föl lesz töltve a stream, a WWSoma Gaming short oldalon. Azt is írom nektek, hogyha esetleg bekövetitek, ott vissza tudjátok nézni az adásokat. A macska is hatalmas elemében van, mert itt zenél, meg csinál már mindent is. Szóval van egy YouTube csatornám, a WWSoma Gaming short, vagyis nem csak egy van, hanem több is, de azt szoktam csinálni, hogy ide több dolgot föl szoktam tölteni, mármint úgy több dolgot, hogy ide töltöm föl a streameket, amiket vissza tudtok nézni amúgy. Én is amúgy nagyon jónak éreztem ezt a mai streamet. Vicces volt, jó volt, azért az elején voltak problémasztikák, de azért mindig szoktak lenni, de majd most erre is ki fogunk találni valamit, hogy aki nagyon-nagyon idegesítő MG-s, azzal legyen valami kezdve, mi megpróbáljuk kezelni. Na jó, skacok! Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Bárkinek bármi kérdése van, írjon Discordon. Fogok csinálni videókat, lesz majd FIFA is. Szóval, ja. És nagyon sokan írtátok, rég nem láttam ilyen jó RP-t, Peti írja. Maradtam elnök, míg ezt a szállat kicsit tovább húzzuk, de jövő héttől már nagy valószínűségem, mert nem nagyon sokáig leszek elnök. Sajnos az RP szállat nem nagyon tudtuk befejezni, sok volt a külső tényező, de jó lesz. Szóval köszönöm szépen, Discordon szoktam általában mindenkinek visszaírni amúgy, de Instagramon is, hogyha valami nagyon-nagyon fontos van, ott is lehet írni. Viszont most megyek, skacok, jó éjszakát mindenkinek, Gúnya Norbert, csókolok, és mindenkit is, aki itt volt. Köszönöm szépen a követéseket, meg egyéb ilyen dolgokat. Adios amigos, muchas grandes, nagyon-nagyon jó éjszakát kívánok, sziasztok!